Hát az a helyzet, srácok, hogy újra folytatjuk a Dungeon Siege-ezést. Idén most már másodjára. Ez a hatodik alkalom egyébként, mióta újra kezdtem. Egyszer már végig játszottam veletek, viszont sajnos azoknak a vodja nincs meg. Csak a Broken World, a kiegészítőnek a végigjátszása. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt így jó lenne megcsinálni, és akkor végre valahára, így hogy már a Dungeon Siege 1-nek a végigjátszása is megtörtént 2022-ben, előbb-utóbb jött majd a Dungeon Siege 3 is, és akkor meg lesz a teljes széria végigjátszása. Annak nagyon-nagyon tudnék örülni. Ez a stream annyiban lesz különleges az előzőekhez képest, nem tudom, hogy ez így most mennyire jön át streambe, vagy majd vodon, de AI által upscalelt textúrákkal fogok játszani. Négy dolgot töltöttem le. A Dungeon Siege 2 AI upscaled textures, ez a neve, ezt Nexus modról, onnan, ahonnan egyébként a Witcher modokat is letöltöttem. Letöltöttem hozzá a DS2 Shrine and Amalu Texture Fixet for Upscale Mod, ez a neve. Letöltöttem a Dungeon Siege 2 BV HD Objectet, illetve a Dungeon Siege 2 Broken World HD Terrain nevezetű modot. Tehát ez négy mod, ami a textúrán sokat javít. Hát például az a láda sokkal durvábban néz ki, a portál sokkal jobban néz ki. És ha megnézem közelről a karaktereink cuccát, hát sokkal jobban ki vannak dolgozva ezek a textúrák. Sajnos, szánom, bánom, de arra még nem tudom, hogy mi lehetne a megoldás, hogy ne legyenek átlátszók a karakterek. Ez ugye azért van, mert én DG Voodoo-t használok ahhoz, hogy 1440p-be tudjam élvezni a játékot. És így DirectX 12-vel fut a játék, és mivel DirectX 12-vel fut a játék, így bizonyos textúrák megjelenítésével van probléma, így sajnos továbbra is átlátszó pár ruha, de ettől függetlenül sikerült összehozni egy olyan grafikát ennek a játéknak, így modokkal, illetve ezzel a másik DirectX kezelő alkalmazással, ami így szerintem megállja a helyét így a mai világban. Én úgy gondolom. Jó, hát szegény, félóriás átlátszó, jó. Ez ilyen. Nagyjából a játék felénél tartunk egyébként. A második akt 5-ös fejezete jön majd most. Követnünk kell a Vajkes prófétát. Szembeszegültél a Vajkes prófétával a pajzstöredék és a hercegnő miatt. Megtudtad, hogy nála a védelmeződe. Ahelyett, hogy neked adta volna, elmenekült. Kapd el és szerezd vissza a halál védelmezőjét. Ez jön most. És még másodlagos küldetéseket is fogunk csinálni. Sajnos azt még ez alatt az akt alatt nem igazán csináltunk. De hát ami késik, nem múlik. Legutóbb legalább 3-szor, ha nem 4-szer meselt a játék. Hát, igen. Ez szívás. Ez nagyon szívás, úgyhogy újjam a quick save-en hamarosan. F9. Hát nem látom sehol. F5? F9? Nem. Kontrollás. Azt mondtam eddig is, hogy kontrollás. A nagy Vajkes barlang.
peregnek a damok. Nagy mana ital. Ez jó rég volt? Egy hete. Egy hete nyomtuk utoljára. Szélre kvárcoló. De igen, előtte egy másfél-két hónapot kihagytunk. Meg a csacsi milyen csapat. Kapják itt az élóták rendesen. Még mindig hangos egyébként a játék, mert azóta állítottam rajta. Gyors mentés. De jól néznek ki azok a gyökerek is ott. Biztos a mód miatt ilyen szép a játék. Nem szabad ennyire kizumolnom, és akkor jobban lehetnétek, hogy mennyire szép lett a játék. Csinálunk, hogy a taunt-ot átrakjuk. Itt balra jelez valamit. Hogyha valamit itt meg lehetne nyomni. Elfelejtettem amúgy, hogy már nem kell ládákat nyitogatnom, mert hogy ugye azt a csacsi megteszi. Aha, ott egy kar. Egy titkos területre bukkantál. Titkos területen mi van? Aha, ládák. Gyere, csacsi! Szia Kicsákó, várható-e Baldur's Gate 3 tőlem? Hát nem hiszem, de lehet, hogy kipróbáljuk majd, de nem ígérek olyat, hogy én azzal nyomni is fogom. Sotiris hátizsákja tele van, remélem, hogy mindent elhoztam innen. Egyetok csak bementünk a titkos területre, de már a minimapon látszik, hogy mögénk spónoltak. Ez durva. Itt volt az előző teleport, és most itt a kövi. A fájkás erdő. Csatugó botladozó. Gyorsan váltunk egy képességet. És itt lesz a questünk. Szia Buflak! Szeretnék játszani a Hogwarts Legacy-val. Mindenféleképpen. És szeretnék a megjelenés napján játszani. Sőt, szeretnék a megjelenés előtti napon is játszani. Nem tudom, hogy ebből mit sikerül majd összehozni. Egy kicsi vajkás börtön. Ez
Az ajtó úgy tűnik egy vájkás vésettel van megjelölve. Hát ide majd kicsit később kell visszajönnünk. Ez valami küldetéshez tartozik. Nálam nehéz végig játszásokkal tervezni, mert sajnos nagyon nagy befolyásoló tényező, hogy rosszul leszek az első pár órában a kamera kezeléstől, úgyhogy sajna ezzel tényleg nehéz tervezni nektek. De nagyon jónak tűnt amúgy a játék. Nagyon-nagyon jónak tűnt. Nála van a védelmező. Örök dicsőség annak, aki megöli a támadót. Úgyhogy majd meglátjátok, bufflag. Hát természetesen nem lesz senkinek se örök dicsőség, mert mindenkit megölünk. Csak egy pár perces videót láttam a játékról, de az alapján nagyon megtetszett. Előtte ilyen, hát így nagyon furán álltam hozzá, mert úgy nem mozgatott meg, bármennyire is szeretem a világot. De az a videó, ahogy látom, hogy néz ki, és hogy itt lehet benne csinálni, az alapján nagyon megtetszett. Jobbra visz az út, úgyhogy elmegyünk balra. Megöltünk egy jóst. Hát már mindenki nagyon várja, hogy végre nyomhassa. Na csacsi. Nyíjeli árnyék, ütés. Ütés ellenállás, páncél. Balácska kajál. Szét Wingardium Leviosa-ztok mindent, és szia be, mi újság? Nem tudom, hogy hallottad-e, de... hogy haladsz az Arena Survival játékokkal? Felesbe veszitek ismerősöddel? Uh-huh. Na ott van, ott a szemétje. De jól néz ki, basszus. A cinematikok sokkal-sokkal jobbak így, hogy AI által upscale-elt textúrákat használok. Most egyébként az egy sötét óm küldetéshez értünk. Lisanor mágus a spirituális világ megszállottja, azzal próbálkozott, hogy kapcsolatba lépjen a holtakkal, és észrevette, hogy számos lélek kószál Amanlu körül a támadás óta. Azt gondolja, hogy a bájkes ének hasznos lehet ebben az esetben, és arra kért, hogy segíts neki. Talán ha sikerrel jársz, megosztja veled a felfedezéseit. És itt az volt a feladat, hogy lesd meg a vájkást, és próbáld emlékezetedbe vésni az éneküket. És vissza kell most mennünk Lisanor mágushoz, és ő lefordítja nekünk az éneket. Jó, hát...
Hát akkor mentünk egyet, oda megyünk és kinyírunk mindenkit. Meghalt a tank. Meghalt a... Viszén. Az IS. Nagyjából semmi érdekeset nem dobott. Egyikkel se nyúlt el. Na, hogyhogy. Hogyhogy nem nagyon kockulsz vagy. Vagy mi miatt. Vagy már más gémek érdekelnek. Igen, egy kicsit közelebb kéne lennem a karakterekhez, és akkor tényleg jobban látnátok. Az, hogy hogy néz ki a game. Az agyalok, hogy most lehet, hogy visszamegyünk. Egyrészt láthatjátok majd, hogy hogy néz ki a teleport. Másrészt meg tudunk beszélni a holtakkal, ami nagyon hasznos lesz. Mondjuk itt. Ja, kiért kell az Arena Survival-okból, aha. Jött egy frissítés amúgy vagy hétfőn, vagy vasárnap a játékhoz, vagy még előző héten a Vampire Survivalshoz. És hát sehol nem találtam róla semmit az interneten, hogy az mégis mi lehet. Idejött a kalács és körbe szimatolt a sunyia. Minden szeretünket elveszettük annak az átkozottnak köszönhetően. Az én észtárom sosem látja már a felkelő napfényét a dombok mögött. Vételre kínálom azt a keveset, ami maradt. Egy tökéletesen kiegyensúlyozott kart képes feletetni bárki bánatát, ha csak egy pillanatra is. Köszi, meg fogom nézni. Hát amúgy meg is kell, hogy nézzük. Az ilyen szürke cuccok azonnal mehetnek eladásra. Zsarnok csukja. Na, ez amúgy jónak tűnik. Ez a cipelő csak nincs hely a csajnál. Ó, káosz ragyogás sapka. Lövés és harci képesség, ez ilyen hibrid dolog. Na, egy I. Gyűrű. Wow, tök jó. Gyűrű talizmán. Aha. Fogynak az életerőitalok. 15-29-es. Viszont ez szetes, az olimarka átka. Jó. Oh, mana potiból van egy csomó. Szerintem ezt kicsit el is kalkuláltam amúgy. Ó, és egy IS set item. Egy gyűrű még hozzá. Nagyon jó cuccok. Nagyon jó. Ezt miért is nem használjuk? Azt mondja, hogy a miénk az 4%-os mana regenerációval van, aha.
Tűz és villám ellenállás, ez pedig mana visszaállítás ütésenként, illemadás, ja, mert hogy szerintem ehhez a sethez még, ja, hogy kettő már van belőle, mert hogy, ó, oh, 3 intelligencia, 20 mana és magikus sebzés ellenállás, aha. Na nézzük csak. Jelenleg most ilyen kesztyű van rajtunk. Csak lecseréljük. Ha. Amúgy ez egy nagyon jó kesztyű. A mestersejem. Ó, ezt eladjuk. Harci mágiánkat is amúgy el lehetne adni. Mana regenerálás szövetségeseknek nem kell. Jaj, ne haragudj, Celeberpo, elfelejtettem intézni neked a Discord béletet. A Discord bélet egyébként azt tudja, hogyha rányomsz, akkor kiírja, hogy így hozzáférést biztosít a legtöbb szobához. De, hogyha van a feliratkozásod, Discord nitrós támogatásod, boostod a szerverre, illetve Patreon előfizető vagy, akkor egyébként is látsz mindent. Ez annyi, hogyha esetleg egyik se lenne, akkor jövő évben, mármint, hogy nem jövő évben, hanem a 2023-as évben látni fogsz minden szobát. De még nem intéztem. Hogyha esetleg van moderátor, akkor nyugodtan szólhat a Discord modoknak, hogy van egy ilyen, és akkor ezzel kéne foglalkozni. Hogyha nincs, akkor majd én megcsinálom stream után, csak kiment a fejemből, ne haragudj. Ben, remélem elolvastad, hogy amúgy ezt sajnos refoundolnom kell, mert hogy nem olvastad el, hogy mit kér ott tőled. De nem gond, mert most legalább megnyitom és látom, hogy úristen! Roll is kért Discord bérletet, és én meg nem foglalkoztam vele. Francban. Aki szába, annak nem kell bérlet? Hát ez ugye arra jó, hogyha valaki nem szába. De hogyha szába, akkor meg nem kell azon aggódnia, hogy elveszi a Discordos hozzáférését. Igazából ennyi. Hogy tudod, hogy a hozzáférésed az így akkor is lesz, hogyha éppen nem engedheted meg magadnak. Gyors előrántás, megcsapolás és átszúrásra plusz 1, illetve 20% fizikai sérülés vissza az ellenfélre. Szóval Ben, ugyad meg, hogy neved és a hashtaged, ugye, ahogy azt a csatorna pont jutalom is kéri. Azt nézem, hogy melyik gyűrű az, amit leszedjük. Villám ellenállás 80%-on van, úgyhogy azt most leszedjük. És 77, tehát túl sok villám ellenállásunk volt. Jó, ezt a gyűrűt megtartjuk. Köszönöm, sorry, hogy itt kekeckedek, de így egy kicsit könnyebb lesz nekem is, meg a Discord moderátoroknak is intézni ezt a dolgot. Ha mondjuk azon is villám ellenállás van, ezen meg halál. Hát, jó. Eladjuk. Halálellenállás, sérülés manával, alakítás és páncél. Jó, és akkor az új gyűrűnk, az szetes gyűrű. Lövés, minimum és maximumra, azt mondja, hogy 43 és 80 most, és 56-96 lett. Köszi, Taki.
Szia, Little Kel, szia, Zakika. Na, 16-31. Hát ez 18-18, tehát ez annyira nem jó, de Kai karma, 20% sebzés. Ez jó lehetett volna valamikor, de most már ez nem. Kritikus sebzés. Hát ez is jó lehetett volna, ha lenne ilyen rajta, hogy 10% sebzés mondjuk. Na. Még amit meg kéne néznünk, az a kesztyű. Aha. A kesztyű, kesztyűt megtartjuk. Ezt megtartjuk. Hát ez megy eladásra. Arci mágiás egyáltalán nem kell. Aha. Próbálok sietni amúgy ezzel. Órákat el lehetne amúgy ezzel ütni. Hogy itt rendezzük az inventorit. Tarkobb vibes. Hát ez elképesztő, ez elképesztő, hát egy set item, ugye? Láttam itt a reggeli vovocskát, mert meglepődött, hogy mi folyik. Hát, egy kicsit vovoznom kellett. Van az úgy, hogy néha. Ez hogy kell átrakni? Nem tudom, hogy kell átrakni, mindegy, akkor ezen az oldalon is lesz. Szóval egy kicsit vóhozni kellett, Phoenix. Ezt a gyűrűt is megtartjuk. Hát ezen nincsen ellenállás, úgyhogy megy a kukába. Az is. Az ellenállásos gyűrűk azok, amik így sokat érnek az én szememben. Minden más az sajnos selejt. Az éber, aha, tehát van itt egy olyan szetünk, hogy a természet óvatossága, ezt majd lehet, hogy le kell cserélnünk. Sőt, biztos. Na és nekünk ez a Loretal szet kell. Loretal hagyatéka. Mágikus tárgy találás. 4 ügyesség, aha. Ez sokkal jobb. Az egy nagyon jó kezdőszet, viszont ez sokkal jobb lesz nekünk. Jó. Nekem amúgy ez már jobban is tetszik. Négy erő, 12 életerő. Ne szíves, lecserélem a páncélt, azt még így se látszódik rajta. Hát ez szomorú, hát akkor a karakterünk végig átlátszó lesz. Ej. Na, hát itt ez a kettő, ezt be kell raknom majd a bankba. Jó. Ott a roll. Hát... Ha kaptál ilyen rólt egyébként, hogy Discord bérletben, akkor miért váltottad ki? Csatorna pontokban. Elég királynak néz ki a játék? Ja, mert modokat töltöttem le. Ja, értem. Ja, mert hogy megteheted? Á, értem. Ja, hát akkor ez igazából nem is kérdés.
Értem. Szia, Inkvi! Sziasztok, srácok! Eltadjuk a manát. És ezt akartam itt lepasszolni. Ezt a macska bordát, azt meghagyjuk. Ezek ilyen ellenállós gyűrű. Ezek egy ellenállós kesztyű. Szuper. Hát akkor mentés, és akkor quest. Sziasztok, Lomiszt. Üdvözlő, srácok. Ali-hali. Voltam már arról szó, hogy péntek 13 van? Nem. Greetings. Isten hozott Szotiris, attól tartok a város ennek az átkozott kráternek a közepén van. Ahogy láthatod, a boltomat is majdnem teljesen lerombolták, de szívesen megmutatom azt, ami maradt a kínálatomból. Amúgy lehet, hogy kéne sapka. 15% esély mágikus tárgy találásra. Ja, ezt elhozzuk. 20 000-ért. Van pénz? Tessék. Most sokkal jobb lett. Even in times of... Hát ezeket a fegyvereket, ezeket most így nem. Ott van. Frindolf a kovácsinas. Hello there. Itt. Ha a felszerelése vágysz, akkor beszélned kellene. Bárcsak. De Szotiris vagy, nem de? Igen. Hát Zéria dárdájára nemrég kaptam egy neked szóló csomagot Feldvir bátyámtól. Azt akarta, hogy megköszönjem a nevében azt, hogy segítettél neki. Semmiség volt, örülök, hogy jól van. Ha? Igazi hős vagy. Bár sokkal jobb is lehetnél, ha hozzád illő igazi hős fegyvered volna. Kérlek fogadd el ezt szimbolikusan Feldvir köszöneteként. Remélem, jó szolgálatot tesz majd az utat során. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a testvéredet! Feldvir a kovács. Ez az első akt egyik küldetése volt. És kaptunk egy 1834-es dobó fejszét. Ami damage-ben nem jó. Szia, pocó! Amikor nehéz idők jönnek, még a legkisebbeket sem kímérik közülünk. Feltételezem. Egy nap egy levél érkezett Feldvir bátyámtól, aki a Greylin szigeten él. Úgy látszik, ellopták vele a szerszemét, és így nem tud dolgozni. Ki lopna egy egyszerű kovácstól, kérdem én? Megvannak a nehézségeink, viszlát. Ha valamilyen felszerelésre van szükséged, Darrowen és Leo Degan mindent árusítanak, ami túlélte a támadást. Pénzre van szükségünk a kovács műhely megjavításához. Én ezt be fogom tartani. Jó. Kimerítettük a beszélgetést, srácok. Úgyhogy mentünk egyet. Tehát vissza kell térnünk Lelanihoz. Ő egyébként arra fele van. De itt egy kicsit körülnézünk. Take care when traveling through the forest. Vigyázz, amikor az erdőkön kell. A kis erdei kóboldok sose voltak valabbak. Ezek a tahnakok képesek megérezni a nyugtalanságot a közelünkben, és megkeresik a forrást. Ja, hogy a közelükben. Mert hogy a taklakok közelében. Tragikus, hogy mennyi elfalt meg ebben a támadásban. Jobban fel kell készülnünk.
Az én feladatom annak biztosítása, hogy jól el legyünk látva a IASZ felszereléssel. Az elkövetkezendő csatákban, amikor csak időm engedi, továbbfejlesztem a fegyvereinket, mindig új anyagokat keresek, főleg olyanokat, amiknek köszönhetően a nyilaink jobban és keményebben repülhetnek. Bocsáss meg a kíváncsiságomat, de azon gondolkodom, hogy vajon milyen az előtted az asztalon? That is the Amanlu Orchid. Az az Amanlu Orchidea. A nagyobb változatát bizonyára már látod a város körül. A kinézete az egész vidéken Amanlu és az elf nép szimbolokaként ismert. Nyílkészítő vagyok, és mindig olyan anyagot keresek, amik növelhetik a sebességét és a pontosságát a nyilvesszőinknek. Hozz nekem egy pár tollat és egy erős lény testéről, és neked adom az Orchideát. Megteszek mindent tőlem telhetőt, barátom. Have you found anything that will improve our arrows? That is the Jó. Hát neki így kell. A város előtt is van valaki, akinek valami kell. Sweelad, I'm glad to see you again. Is örülök, hogy újra látlak, bár ez a nap nagyon sötét és a visszatértet sem képes fényesebbé tenni. Üdv újra, Drian Jewel. Valami komoly dolgot kell elmondjak neked. Yes. Igen, azon gondolkodom, hogy a testvérem miért nem tért vissza veled. Kérlek, mondd el, mi történt vele? Drevén jól harcol, de megsérült a csatában. Valdis árulása miatt halt meg. Valahogy tudtam, a szívem gyászolta őt, még azelőtt, hogy ezt a hírt elhoztad volna nekem. A testvérem egy katona volt, és a halált csatában kereste magának. Szomorú vagyok, hogy megtalálta, de a távozása a hírt, amivel neked szolgálatok, még keresserűbbé teszi. Hír? Mondd, kis testvér! Sotiris, Valdis haragja többet vett el tőled, mint az én drága bátyám. A családod is az őrültségét szenvedte meg. Mire gondolsz, hol van a családom? Amikor Valdis megtámadta a Malut, ott voltak. Átkeltek a fényes túlpart vízén. Sajnálom. Ó, drága barátom, bárcsak könnyíthetnénk a szenvedéseiden. Akkor ennyi. Az út tiszta. No, please, it is too ne, kérlek, ez túl sok, nem veszítetlek el téged is, kérlek. Círia kegyére, Ista ura tűzére, minden, ami drága és szent, Valdis meghal, most, egyedül az én kezemtől. Esküszöm a családom vérére, ami most a földből kiált fel bosszúért. Sotiris, ne feledd, hogy barátaid vannak itt, akik veled szomorkodnak, bár mást kellene tennünk. Szeretlek, kis testvér. Újra látni fogsz, megígérem. Ne ígérj olyat, amit nem tudsz megtartani. Én nem adhatom az áldásom erre a butaságra, de valami mást igen. Én kaptam egy levelet Drevintől még Valdis támadása előtt. Neked van címezve. Nekem? De is ott voltam vele. Miért írna nekem egy levelet? Nem olvastam, én nem tudom. Talán gyanította, hogy kevés már az ideje. Minden esetre tessék. Köszönöm. Kérek, ne sírj, Dria. Amikor legközelebb találkozunk, én már Valdis fejét fogom egy láncsán hordozni. Drága barátom, amennyiben ezt olvasod, én már Árnyfölde lakója vagyok, és te Amanluba tértél. Ennek puszta gondolata is nehézé teszi a szívem, mivel nem lehetek melletted utat hátra levő részén. Gyanítom, barátom, hogy a kalandod csak most veszi kezdetét. Manapság nem úgy mennek a dolgok, mint a régi szép időkben. Minden változik, és egyre nehezebb lesz egymagad megállnod a lábadon. Úgy tűnik, magam se voltam képes sem. Tudom, majd talpra fogsz állni és megteszed. Bármi is vár rád. Remélem megőrizted azt az amulettet. Az életed árán is védelmezned kell. Sokkal több az, mint egy szerencsehozó talizmán. Légy bátor, barátom. Add át üdvözletemet a családodnak. Én már megtettem a sajátommal. Barátod, Drevin. Úgy látszik, Drevin akkor írhat, amikor ide szállítottak benneteket sötétben, ugyanakkor elég jól ismered az írását, hogy kivedd a szavait. Na, jó edzést, focó. Szia, Meanik, szia, Bazsi, szia, Kajha, szevasztok, srácok. Csak azt kívánom, bár Drevin is láthatná, milyen nemes harcos lett belőled.
A Derevin volt az, akivel kezdtük a játékot, igen. A világ és világos kékhajú tünde. Elf. Negyedik kötet, Valdis és seregei. Valdis és serege, az emberek és a keleti sivatag mordenei egy kényelmetlen szövetséget kötöttek. Kényelmetlen volt, mert bár kölcsönösen előnyös volt mindkét fél számára, a szövetség árul kereskedelemre és ismeret átadása épült, mint inkább a természetes meggyőződés és vágyak azonosságára. A két faj meggyőződése semmiképp sem lehetett volna különbözőbb. Karratia emberei röviddel a Turmanarként ismert kataklizma után érkeztek a sivatagba. Úgy vélték, Azunája védelmező oltalma alá tartoznak. Kincsként kezelték a szabadságukat és becsmérelték Zaramotot háborús tettei miatt. A mordenek ellenben nemrég érkeztek csak a sivatagba, és szentül hitték, hogy magától Zaramottól származnak, és hogy Azunáj nem más, mint egy gyilkos. Néhány morden hiszi, hogy a hiedelem történelmileg igaz lehet, jól ismert, hogy a Seck, ami Zaramot seregének nagy részét alkotta, határozott célra lett megalkotva, ám, hogy a mordenek honnan jöttek, senki sem tudja. Az valóban lehetséges, hogy a seckektől származnak. A két faj közti feszültség könnyen elképzelhető, ahogy azt a tüzes dühöt is, ahogy a vezetőjükkel szemben éreztek. Mert a mordenek azt hitték, hogy Valdis Zaramot újjáján születése, aki azért jött, hogy győzelemre vezesse őket, mint Zaramot tette azt a seckkel. Azt mondják, hogy Valdisnál van Zaramot kardja, és hogy a kard teljes védelmet nyújt neki minden sérüléssel szemben. Először, ugyanakkor a hódítás nem tűnt Valdis fő céljának. Akkor hallottunk róla először, amikor üdvözletét küldte Aranna minden városába, azok vezetőinek egyúttal bejelentve, hogy az emberei élén egy küldetést hajt végre bizonyos régiségek felkutatása érdekében, és nem szándékozik senkit sem megtámadni. Az üzenetek emellett egy ajánlatot is tartalmaztak a fiatal katonák számára, hogy jó fizetség ellenében csatlakozhatnak az ügyéhez. Sok ember és még több bölcs és félóriás hitte Valdis szavát, és indult, hogy csatlakozzék hozzá. Csak amikor kiderült, hogy valódi szándéka Azunái pajzsának újra kovácsolása, hogy egész Aranát uralja, mint annak idején Zaramot, szóltak néhányan ellene. És attól kezdve a beszéd ideje lejárt. Az ötödik kötet már megvan, ugye azt olvastuk. A levelet is olvastuk. Svilat, my good friend. Willis a mágus. Svilat, jó barátom, jó, hogy hazatértél. Még a mostani sötét idők ellenére is, amikor a tragédia bekövetkezett, gondoltam rád, hogy milyen erős voltál, amikor eltévedtünk az Ellen Lusigeten gyerekkorunkba. Megváltoztál azóta. Azon gondolkodom, segíthetnél nekem valamiben, ha van rá időt, persze. Hogyan tudnék rajtad segíteni? Nos, a nagyapám meghalt a tragédiában, ami elpusztított mindent, ami drága volt számomra, kivéve ezt, a botját. Emlékszel rá? Gyerekkorunkban fényes és színes varázslataival szórakoztatott minket. De most, nem tudom működésre bírni a botot, még csak egy szikrát sem hajlandó vetni. Sajnálom a nagyapádat, Willis. Nagyon kedves ember volt. Biztos, hogy megfelelően használod a botot? Én azt hiszem, igen. Nagyapa jól kioktatott, ugyanakkor utalt a bot fejdíszére, de ennek már nincs olyanja. Jól emlékszem, mindig is gyönyörűen örvénylő színekbe pompázott. Fogalmam sincs, hogy mi történt vele. Azt hiszem, hogy le kell cserélni, de nem tudom, milyen reagens kell hozzá. Segítenél, öreg barátom, hálás lennék. Nem tudom, milyen anyagok képesek olyan színeket produkálni, amiket láttál a fejdíszen, de azért nyitva fogom tartani a szemem. Még mindig olyan jó barátom vagy, mint egykor Sotiris. Én mindent megteszek, hogy összeszedjem magam, és neked jó szerencsét kívánok. A Manlunak minden olyasmire szüksége van, ami lelkesíteni képes a lakóit. Találtál valami, ami fejdíszen lehet a nagyapám botjának? Az emlékem minden egyes eltelt órával csak fakul. Na azt hiszem, nézd csak, mit találtam. Nincs reagens nálad, de egy igaz barát vagy, hogy megpróbáltad. Kérlek, ne add fel. Valaminek, ami erre a botra illik, valahol lennie kell.
Jó, tehát Twilis törött botjára kell reagens. Erre még egyébként úgy sem jártunk eddig. Greifel. Soká lesz, míg a szentelt víz újra tisztán folyik. Ott van még egy quest. És ott van még egy könyv. Szvilad Sotiris. Ha bármelyik ijász örömmel... Ha bármelyik ijász öröm gondot okozna... Ijász öröm gondot okozna neked, gyere hozzám. Ja, hogy őröm. Jó. Sok az újonc köztük, és nagyon lehangoltak a közelmúlt eseményeitől, ezért nem tudják megkülönböztetni a barátot az ellenségtől. A különleges felszerelés keresel volna valami, ami érdekelhet. Felszerelés? Nos, nem csak nagyszerű mesterlövész és ilyen, és jó ijász kiképző, hanem tapasztalt alkimista is vagyok. Egy kis segítséggel a legújabb teóriámat teszelni is tudnám. Segítenél nekem összeszedni a hozzávalókat? Nagyon jó, mit kell tennem? Tökéletes. A következő reagenseket kellene összegyűjtenem nekem. Fűrészfogas nyírhegy, griffmadártól és egy onyx töredék. Reméletileg találkozol ezekkel majd az erdőben, a Marlu környékén. Aha. Ezt meg kell néznünk, mert szerintem vannak ilyenek. Viper akarom. Szia, Demonáta, 1000 éve, mi újság? Tehát, fűrész, fogas, nyírhegy, reagáns. Fűrész, fogas, griffmadártól az volt, aha. Ugye, mert szivárvány dísztárgyunk is van. Onyx töredék. Fűrészfogas nyílhegy. Mandragóra gyökér. Ó, oh, hát onyx töredékünk nincsen. Szabin vagy? Na, hát akkor jó csillelést, mert ha az a terv. Köszi szépen a 20 hónapot. Srácok, feregjenek a szegek Demonáltának. Köszi szépen a támogatásodat. Aha, the jagged aha, a fűrészfogas nyírhegy nagyszerű munka ilyet találni. Egy griffmadártól, sose hittem volna bizonyosan, hogy ilyesmi még létezik. Jó munkát végeztél. Van még mit tenni. Igen, keresni fogom az onyx szeredéket, viszlát. Én nem láttam onyx szeredéket a ládába, de bízom benne, hogy hamarosan találkozunk majd vele. Ott nézzük, hogy csak le lehet menni, azt észre se vettem. Na és neki osztunk ilyen szivárványos cuccot. Igen, a szivárvány dísztárgy, ez volt az. Gyönyörű. A látomásaim sötét alakútja újra megnyílt. Már látom a nap színeit. Nincs sok mindenem, de kérlek fogadd el ezt a kevés aranyat, amin van. Tartsd meg az aranyat, barátom, örülök, hogy segítettem. Nonsense. Képtelenség, keményen dolgoztál, hogy segíts nekem, és panaszkodás nélkül figyeltél. Elég kevés aranyam van, de talán ez, a nagyapám gyűjteményéből értékesebb lesz. Remélem, hasznosnak fogod találni. Köszönöm, örömmel elfogadnám. Na, 25% dobott arany, 15%-os mágikus tárgykeresés. Na hát, ezt már is applikáljuk valahova. Párám, párápápám. Na hova? Na hova? Nem tudom, mi ez a sokásítozás amúgy. Na így.
40 életerő, 40 mana, 25% dobott arany és 15%-os mágikus tárkeresés. Vidész törött botja most már akkor így meg is van. Párám, párám, párápápám. Ho-ho-ho. Egy pince a malló alatt. Köszi, köszi a pergetés, kacok. Jó. Itt egy szellem. Lehetne vele beszélni. Jól sejtettem, hogy itt csak kántálni lehetne. Ide is vissza kell jönnünk. Beszélni minden egyes szellemmel visszamenőleg a szívás lesz. Hogy itt amúgy nincs semmi. De azért megnéztem. Hát akkor irányítsuk őket feljebb. Sajnos ez ennyi volt. Kár, hogy most így ezen végig kellett jönnünk. A 30-as szint szerintem amúgy meg lesz ma. Ja, hogy azt csak úgy meg lehet nyomni még egyszer, de már nem csinál semmit. Na. Szia, kék vagy. Üdv mindenkinek. Párám, párám, párápápám. Ott van Danila, meg Kodux. Láttam az orgyilkos ajándékának csillogását a Kendrin kereskedő otthonának ablakán keresztül. Népünknek mennyi vért kell még ontani, amielőtt utunk igazi céljára fény derül? Hát ő is átlátszó, sajnos. Várjunk csak, itt nem volt egy vityilló. Szerintem nem voltunk bent, aha. Na, és ott van bent egy könyv. És egy quest. Több könyv. 14. kötet. Az ősi tárgyak meséim. Egy éltekezés mágikus tárgyakról Kolumba a jóstolnából. A borító belső részén található Aranna Tana. Amikor Azunai pajzsára csapott Zaramot kardja, az 4 darabra tört, amiket védelmezőnek neveztek el. Ezen darabok egy évezredre elvesztek. Egyenként az a valaki találhatja meg őket, aki érezni képes az erejüket. Az életvédelmezőjét Greylin elfjei találták meg és helyezték el a tengerpart templomban, ahol először a tengeri elfek, majd a driádok őrizték, kik utánok érkeztek a szigetre. A halálvédelmezőjét egy vándorló tudós találta meg, aki látta, hogy olyan hatalommal rendelkezik, ami méretetlen erejével képes véget vetni az életnek. A Malú elfjeinek adta át, hogy vigyázzanak rá. A látás védelmezőjét Karatia emberei találták meg, és bár nem tudták, hogy mi a valódi természete, elrejtették a Morden szomszédaik elől. A vakság védelmezőjét az északvidék emberei találták meg, kik a nehezebb időkre tartogatva szintúgy elrejtették azt a kíváncsi szemek elől. A védelmező fontossága nem becsülhető le. Az erejét csak Zaramot kardja múlja felől, és ha egykor a darabjai össze lesznek gyűjtve,
és újra kovácsolják, a hatalma ismét méretetlen lesz. A védelmezővel szemben a kardot sosem találták meg. Azt suttogják, hogy a helye állandóan változik, és a hamisítók kifejezetten élvezettel készítenek szélsőségesen magas áron eladható hamisítványokat róla. Persze, amennyiben a kardot megtalálták volna, senki sem állhatott volna ellent neki. Az, aki forgatja, a bölcsek egykori mágusainál is hatalmasabb erőbirtokosává válhat, és könnyedén leküzdhet vele bármilyen akadályt. Pajzs és a hordozó bajnoka nélkül Arana egészen sebezhető. Szerencsére azoknak, akik egy másik Turmanartól félnek, a kard elveszett maradt, és a pajzsot sosem lehet újra kovácsolni. Ez volt a legendás Agallánok utolsó kovács munkája, és az is ismert, hogy elhagyták Aranát a háború ideje alatt. Elhagyták ezt a vidéket, és nélkülük senki sem volt képes újra kovácsolni a pajzsot. Így a kettő nem találkozhat újra csatában. Tizenegyedik kötet, a driádok és öltözékük. Tanulmány Szilvaniltől, a szakértőtől. A könyv nagy része olyasmiről szól, amit már magad is tudsz, hogy a driádok miként élnek, mit esznek. A prológus ugyanakkor sok olyasmit ír, amit nem tudtál. A driádok Arana déli részén születtek, ami most már orosz karatiai parlagföld. Sokfaj sorsa formálódott a nagy kataklizma által, amit Turmanarként emlegetnek, de a driádok származásukat köszönhetik neki. Mert mikor Azunai pajzsa eltört, az ereje halálos hullámként söpört végig a földön, a legnagyobb fákat is gyökerükig perzselte, átbukfencezett a hegyeken és alapjaiba rázta meg a földet, végig söpört a harcmezőkön is és a túlélő katonákat egy marék porrá változtatta csizmájukban. De amikor a hullám elérte a hatalmas keleti erdőt, valami furcsa dolog történt. A kavarodás közepén, amikor a föld haldokolni kezdett, apró magvak zuhantak az égből, visítva a földre. A perzselt fák árnyékában értek földet, és hónapokig pihentek ott, miközben az erdő lassan porrá lett, és néhány Turmanar túlélő menedéket lát a vad viharok elől. Egy évvel később megszülettek a driádok. Soha semmi hozzájuk hasonlót nem látott még Aranna földje. A megjelenésük nőies volt, de növényi nedv folyt az ereikben, és falevelek fették a fejüket. Beszélték az emberek nyelvét, de vadállatok dühével harcoltak. Nyugtalansággal voltak terítve, és évekig csak a vidéket járták, keresték az erdőt, ami életet adott nekik, míg nem elérték a nyugati tengert. A szívük bánattal volt tele, nem tudták, hogy az egyetlen erdő, mely talpon maradt, Aranában a Vajlutra messze éjszakon. 30 nappalon és éjszakán át álltak a nyugati sziklákon, lesték a vizet, zöld árnyékokról és veszteségről énekelve. De a 31. napon egy rettenetes vihar csapott le rájuk. A szél a sziklákhoz csapkodta a driádokat, és azok egytől egyig a vízbe zuhantak. A szél napokig tombolt, míg ki nem sodort őket Grélin partjaira, ahol egykor a tengeri elfek éltek. A szigetet nem ért el a Turmanar, az erdeje még mindig zöld és életteli volt. A driádok letelepedtek és azóta is ott élnek. Grélin dzsungele egy ezer éven át ellátta őket mindennel, és már régen elfeledték, hogy mi mentek keresztül a szárazföldön. A sziget volt az egyetlen otthon, amit a legtöbbjük ismert és elfogadott. Szvilád Melonamin, szeretnél egy régi mesét hallani, hogy megfeledkezhess a tragédiákról? Egy mese? A mesém hosszú és eseménydús. Van időd arra, hogy leülj és meghallgasd? Igen, meséld el az egész történetet, a részletek még jól jöhetnek. A mesém az elftöltélem hajnalán kezdődik. Régen, még ezenkor előtt az elfek még csak gyakorolták az általuk adományozott előrelátás, empátia és varázslás képességeit. Azokban a napokban a bölcsek nagy része rokonságban állt Arana világ népeivel, és vak a misztikus érkezésekre. Ugyanakkor voltak páran, akik sejteni kezdték az éteri világ titkait. A legtapasztaltabb egy fiatal elf volt, név szerint Arint.
Arint, ez a név valamiért ismerősen hangzik. Arint was both a sorcerer and a craftsman. Arint egyszerre volt varázsló és mesterember. Egy gyönyörű botot készített, és olyan mágiával bűvölt el, ami olyan mértékben erősítette a képességeit, amit egyetlen elf sem tartott lehetségesnek addig. De... folytasd! Well... hát ez a történet nem végződik boldogan. Arint újonnan kifejlesztette ereje, felemésztette őt. Kiszárította az elméjét, még csak egy dühöngő vadállat, és erősebb nem lett, mint az összes bölcs, kivéve kettőt. Isterút és Istaurát. Ők voltak a nagyszerű vezéreink, akik összetartották a nép lelkét, és akik végül ki tudták ragadni a bodot Arint kezéből. Mi történt azután? Arint ereje, miközben halványabb volt a botja nélkül, még mindig elég nagy volt ahhoz, hogy megvédje mindkettőjüket a végső pusztulástól. Miközben Isteru Arintot egy általa készített börtönbe zárta, Istaura a botot elemeire szedte szét, és a darabokat őrzött ereketartóba helyezte el szerte a kontinensen. Az idő múlt, mint ahogy mindig is tette, és Arint és a botja számüzetett a legendák poros könyveiben, és el is feledték őket. Ha Arintot és a botját elfeledték, hogy most is beszélsz róluk? Indeed, this tale what? Valóban, ez a mese egy korszakra el lett felejtve, de ahogy Valdis támadása után takarítottam, egy furcsa kötetre leltem a fal egy résében. Ez a ház Hugh Littell a krónikás tulajdona volt, és ez a könyv az ő beszámolóját tartalmazza. Ha Kurglithel szavai igazak, akkor Arint botjának léteznie kell, arra várva, hogy megtalálja valaki, aki uralni képes. És azt gondolod, hogy én képes lennék uralni ezt a fegyvert? Mi van, ha ő ural majd engem? Az nem az a végeredmény, mint amit láttam Melonamin. Azon kívül az akaraterőd nagyon erős lesz. Most meg akarod találni Arint legendás botjának darabjait? Biztos vagyok benne, hogy újra össze tudnám állítani, és visszatérne régi dicsősége. Igen, megpróbálom. Jó, lemásoltam, amire szükségem volt ebből a könyvből. Elviheted. Talán ez majd segít neked az ereklye tartó megtalálásában, ami a bot töredékeit tartalmazza. Hármat említ. Fókuszálókő, drágaköves bot és vésett pálca. Köszönöm. Van ötleted, hogy hol lehet ez az ereklye tartó? Sajnos nem. Sajnálom, hogy nem segítetek még inkább. Azt hiszem megtaláltam az ereklye tartót, legalábbis Istaura egy és Isteru pecsétje volt ott, de nem tudom biztosan, hogy mit csináljak. Belül egy zárt ládát találtam és egy szellem jelent meg, ami szomorúan siránkozni kezdett, amint a közelébe léptem. A ghost, you say? Egy szellem? Azt mondod? Nem vagyok jártas eféle dologban, de Lysanor mágus éveken keresztül tanulmányozta a szellemvilágot, megtalálhatod őt a boltjában. Hát igen, most már hozzá kell mennünk. Ó, ott van. Ja igen, az Onyx akármit várják tőlünk. Valeron az állatkereskedő. Ó, az az átkozott Valdis. Utolsó leletemmel is őt fogom átkozni. Sok állatom halt meg az ő igazsága miatt. Ha harcolni fogsz vele, bármilyen megmaradt állatomat szívesen eladom neked. Megnézem, mit van. Van nála Necrolithid, jégelementál, üzelementál, szörnyfarkas, sötét, najád és skorpió királynő. A skorpió királynő íjász, a málás összférő közelarcia Necrolithid, ő varázsló, a jégelementál is varázsló. Igen, mi a különbség? Ja, hogy a Necrolithid harci mágus, a jégelementál az természet, gondolom a tűz is, nem a tűz az harc mágus, a szörnyfarkas közelharc és a sötét najád természet mágus. Hát kár, hogy ilyeneket nem tudunk venni. Nothing is as loyal as a well-treated animal. Mondd csak, hogy megy az üzlet a Mordenek távozása után? Üzlet? Miféle üzlet? Amalú egy romhalmaz, állatokat árultam Karatiában, de a Mordenek megjelentek és csak a bajt hozták. Így elköztöltem Amalúba, gondolván, hogy ez egy biztonságosabb hely. Ha, ki gondolta volna, hogy Valdis maga fog itt megjelenni. Egy becsületes ember nem boldogulhat manapság.
Nos, úgy vélem, nincs semmi különleges portékád, igaz? Nem. Most nem. Ha valami értékeset tartanék itt, az nem volna más, mint az, amit akkor láttam, amikor egy Mordengral mágus által véletlenül... Amikor egy Mordengral mágus által véletlenül megidéztem. Nem volt hatalmas, de nagyon erős. Egy nagy fémszarva volt, és valamiféle erőt használt, ami a durvlákat megőrítette. Támadták, de haszontalanul. Ez minden, amit tudsz? Lehetséges, hogy Kratos a bölcs tud erről valamit. Nekem nem mesélne róla, még akkor sem, ha megtalálnám. Engedd meg, hogy segítsek megtalálni ezt a Kratost. Kratos a bölcs volt a legerősebb mágus, akivel valaha találkoztam. Sajnos önelégült élet, és sokkal inkább lehet-e örömét az italban, mint a varázslatokban. Ha érted, mire gondolok. Mi történt vele? Akkoriban tűnt el, amikor a Mordenek megtámadták Karatiát. Néhányan azt gondolják, hogy meghalt a csatában, de mások azt mondják, hogy egy másik városba költözött, a Greilin szigeten. Ez az, amire mit gondolsz? Én azt hiszem, valahol elrejtőzött, míg biztonságosabb idők nem jönnek. Nem lehet nehéz megtalálni az a sárga lepellel, fekete csizmával és kesztyűvel, amit mindig visel. Bár furcsán, attól még elég jól nézhet ki. Mithril szarv. Kratos a bölcs. 33-as quest. Hát akkor... Oké. Legalább kapjuk a mellékküldiket. És erre itt lent mi van? Azt nem mondta, hogy egy szellem. Ilyen nagyot kell kerülni. Persze nem elég a tátongoljuk a falba, még hagyd nyitva az ajtót neki. Hát azért hagytam nyitva, hogy ne legyen húzat. Albain a kutató. Szerintem itt valami nem lett jól felskálázva. Ez a víz nagyon furán folyik. Szerintem valami vízfixet is le kell tölteni ez a modhoz. Vagy ezek jégtáblák, itt nagyon-nagyon-nagyon szabályos jégtáblák. Nincs jövő a kutatásban, azaz áthozott térkép sokáig sehová sem vezetett. És végül, amikor megtaláltam a jó helyet, a kincset már ellopták. There is no future. Okay. Mindjárt megyünk amúgy kalandozni. Csak nem beszéltünk még itt az emberekkel. Pedig kell. Bárám, bárápápám. Nem, ez nem a játék hibája. Tehát ez azért ilyen, mert egyrészt magyarítást és DG Voodoo-t használok. Tehát azért hiányoznak a textúrák. És azért ilyen volt a víz, mert modot raktam föl. Tehát, hogy ezek a hibák, ezek a szépségbeli hibák, ezek azért vannak, mert én okoztam. I sense a pale cast to your skin. Halványabbnak tűnik a bőröd a árnyalata. Ez azt jelenti, hogy sikerrel kihallgattad a Vikers hertartást? Igen. Most lassan add elő a szavaikat. Micsoda összetett ének. Nem csoda, hogy ilyen sokáig rejtve maradt. Adj egy percet, megértsem a helyes hanglejtést. Yes. No. Igen, nem. Várj, igen. Valóban nagyon erős mágia. Tökéletesen érthető. Azonnal ki is kell próbálnom, de...
Ó, igen. Nagyon köszönöm a segítséget, Sotiris. A legkevesebb, hogy megosztom veled ezt a tudást. A holt lélekkel való beszédhez. Mondd el ezeket a szavakat bármilyen varázsoltárnál. Használd bölcsen ezt a tudást, Melonamin. Beszélj, Trenit Vilván szellemével. Ja, ilyet majd kell csinálni, You have done more than you know. Többet segítettél, mint hinnéd, Sotiris. Ez az ének sok mindenre megtanított a Vajkessel kapcsolatban, és lehetővé tette számomra, hogy megnyugtassam a szegény elveszett lelkeket itt a Marluban. Kérlek, nézz külön a boltban, többé nem kell félned a nyugtalan holt lelkektől ezen a helyen legalábbis. Nice! És ő mit csinál? A bűbájos? Ne foglalkozz a rendetlenséggel, ezek a polcok nem földrengés biztosra készültek. Tudasd velem, ha valamit bűbájoltatni szeretnél. Hálát adok, hogy nem minden szerszámon ment tönkre. Ó. Hát, hogy HP potit amúgy kellene vennünk. Egy helyen nem voltunk még itt a városban. Az a fogadó. Az bizony a fogadó. Haló? Roland. Lothar. Milyen arcátlanság, úgy járod az utcákat, mint egy szabad ember. Rács mögött kellene lenned. Nem követtem el bűntényt, tudod? Azok. Elloptad az aranyköpenyemet és elrejtetted az erdőben egy barlang mélyén. Ne vagy a hazug. A saját szememmel láttalak. Akkor a szemed átvert téged, nem én voltam. Tudtam. Egy hazug épp olyan, mint egy tolvaj. Tévedsz, bebizonyítom. Meg fogom találni az értékes köpenyed. Megtalálod? Arra gondolsz, hogy visszahozod? Meg fogom találni, és a valódi tolvajt szintúgy. Menj, és még csak ne is gondolj arra, hogy bármi más teszel. Elmegyek ebbe a barlangba, és a végére járok a dolognak. Ne aggódj, Lothar, segítek a megoldásban. Lothar áltatlansága. Na. Drudvin a kocsmáros. Az az átkozott Valdis. És az arkmágusa megsemmisítette az otthonainkat. És még a fogadó felét is. A fogadó felét is. De elhibázták a finom... De elhibázták a finom elf boraimat. Időbe telik, még újraépítjük az életünket, de addig is bőven jut bor mindenkinek. Egy üveg nyári bor tökéletesen megfelelne, köszönöm. Bizonyára. Mindig kellemes egy fiatal egyénnel találkozni, aki képes méltányolni egy jó helyi hagyományt. Különösen ezekben a sötét napokban. Foglalj helyet, barátom. Igyál egy kis bort és mesél egyet a kalandjait közül. Miféle történetet hallanál szívesen? Nos, lássuk. Mesélj nekem arról, amikor megöltél egy tengeri démont. Á, igen, a tengeri démon. Nos, ez a tengeri démon roppant nagy volt, hatalmas fogakkal és 22 szemmel. Én? Nem tekintettem ellenfélnek, így hát levettem a páncélomat, mielőtt csatába kezdtem vele. Nos, ez Melonamin, egy elsőrendű történet. Köszönöm és sok szerencsét kívánok a következő kalandothoz. Itt van Amran. Jó, hogy túlélted a Grénin sziget támadását, Sotiris, mert arra készültem, hogy egy nyilat engedjek beléd, de egy látomás megállított a kezem. Vele tartanék az utadon, ha hagyod. Jó, hát megnézzük. Nem tudjuk. Azt hallottam, hogy tökéletes harcos vagy. Milyen képességeid vannak? Tehát ő egy 20-as lövész. Mi meg 28-asak vagyunk. Amran, a hiányzó csatlakozni kíván hozzám. A dolgok hogy megváltoztak? Talán majd máskor. Absent? Figyelmetlen? Ha nem lettem volna olyan gyakran jelen, ahányszor akartad, ez jó indok lenne. Annyira oktalan vagy, hogy megtagad a segítségemet. Talán több időre van szükséged a meggondoláshoz. Az a helyzet, hogy nem tudjuk felfogadni, mert nincs helyünk. Egyébként ő volt az, akivel találkoztunk. Ő volt a harmadik ember. Ő volt az, aki föntről lenézett ránk az íjjával a játék legelején. Modellina a fogadós. Ez az egész csak egy rémálom, hidd el. Holnap hajnalban majd fuvvalák hangjára ébredünk. A vendégek kipihentek lesznek és nagy lelkűen osztogatják majd a borravalót.
Szeretném tovább növelni a csapatom méretét. Nagyon sajnálom, de a harcosok céljának szabályzata rögzíti, hogy senki sem vezethet egy hadtagból álló csapatot, míg veterán rangúvá nem lesz. Jó, akkor öreg bajtársakat keresek. Hát igen. Ott egy küldi. Athelas. A veszély sok helyen leselkedik a világban. Vigyázz, hogy kiben bízol meg. Egy pillanat. Azt hiszem felismerlek. Te streammester beszélt rólad. Mi? Akkor csak egy bizonyos valakiről beszélhetsz. Ne bízz benne. A Vajkessel szövetkezik, hogy egy démon szabadítson a világra. Mi? Arra figyelmeztetett, hogy valami ilyesmit mondasz majd róla. Miért kellene hinnem azt, amit állítasz? Említette a Vajkest, amikor beszéltél vele? Talán a kevésbé ismert nevét használta? Manu Osztár. Mi? Említette a Manu Osztár, de nem mondott semmit a Vajkestről. Nagyon erősnek és bölcsnek írta le őket, és a családi kart készítőiként. My friend. Barátom. A Manu Osztár és a Vajkest egy és ugyanaz. Testvérmester tükkösen rávett téged arra, hogy megszerez neki a családi kardot, hogy befolyásukat a Vajkessel kiterjeszthessék a világra. Azt a démont el kell pusztítani bármi áron. Nem hagyhatjuk, hogy rászabaduljon a világra, ahol a hatalom csak tovább nőhet. Segítesz ebben nekem? Igen, a lován tett lovagjelző nem illik rám. A démon a Vajkess erdő mélyén, a szentélyük és az első hídjuk között található. A családi erekje. Jó. Itt még tuti van valaki, akivel lehetne beszélni. Ott van. Tamve az őrző. Sweet Melonamin. Vigyázz, míg az erdőt járod. Az Amalu elleni támadás felbátorította az ottani vadállatokat is. Te Tamve vagy? Aki jelentette Levret mester megölését? Igen, én fedeztem fel a rettenetet. Sok évvel ezelőtt volt. Most miért érdekelnek e féle dolgok? Eldoriat Vilván átadta a jelentésed. Úgy hiszi, hogy Trenit nagyapja ártatlan volt. Eldoriat, igen, sokszor kikérdezett. Megvallom, volt valami furcsa az egész helyzetben, és hogy az igazat megvalljam, Trenit nem tűnt számomra gyilkos típusnak. Mégis a bizonyíték egyértelmű volt. És Levret úrhölgy bosszút követelt joga szerint. Kiállok a vallomásom mellett. Köszöntem, Tamben. Ezt jó tudni. Sweet lad, Malonum. Aj. Jó. Egy gyors mentés. Na tessék, itt is van valaki. Egy szellem. Aha, és itt ez már üres. Tehát van kettő szellemünk is a Malnuba. Meg egy könyv. Tizenharmadik kötet. Elandir élete és tanítása. Eredeti nyelvből fordította. Balerina az óvatos. Elandir az emberiség első fajának vezérének szavai. Figyeljétek szavaim, azok, kik háborúba jöttek a világra. A békét kereshetik, és azok, kik vérvilágára pillantottak először, a gyógyulást kereshetik. Mert aki gyávának nevezhetnek, ki tudna a gyávaságtól eltántorítani? És azt, aki hebehúrja, ki tudna megtanítani arra, hogy kiálljon a saját érvei mellett? Az első faj kimerült a hosszú élettől, és a sok szenvedéstől. A bölcsek és az első faj egykor szövetségben éltek, de az utóbbi időkben hideg szelek fújtak közöttük. A bölcsek faja még mindig fiatal, és sok nemzet fog elpusztulni, mielőtt a bölcsek megtudják, hogy mit is szenvedett el az első faj. Ettől a naptól kezdve azok, akik elfordultak a rejtett ormot fogják figyelni. Amikor majd egy második faj is sokat szenved, ők is megtalálják az utat a hegyeinkbe. Szólt Elandir, a vezér, és elvitte az öt messzi hegyek, és elvitte őt a messzi hegyekbe, és vele minden óriás is maga mögött hagyta az utolsó háború forgatagát. A bölcsek maradtak csak egyedül harcolni, és meghalni. A név, Elandir, a gyáva, Elandir az áruló, egy korszaknyi ideig fog még fájni minden bölcsnek.
Jó. Na tehát. Én azt mondom nektek, kettő szellemről tudok, és kettő szellemmel akarok most beszélni. Mivel van egy ilyen szentély, ezért el is mormolom majd gyorsan ezt az új kántálást. És beszélünk először a pincébe leledző szellemmel. Ez lesz az első szellemmel való kommunikáció ez alatt a végigjátszás alatt. Majdnem elfelejtettem káncálni. Annyira lelkesen mozogtam. Ének. Yes, igen. Holtak énekel. Vox mortem. Ezt úgy is lehet énekelni, hogy idejövök és elkezdem egy Vox mortem. Úgy örülök, hogy megtaláltál ezt a streamet, kedvenc játékom. Komolyan, Krisztina. Nekem is egyik kedvenc volt gyerekkoromban. Az előző részt tavaly nyomtuk végig. A harmadik rész meg lehet, hogy majd idén, vagy jövőre. Ja, itt is lehetett volna kántálni. Lent. I remember how it was. Emlékszem, hogy volt. Ez a hely egy történelmi kegyhely volt. A hatalom relikviáit és antik tárgyakat tartottak itt. A halál védelmezője volt a legcsodásabb közülük. Míg Vetril őrző parancsnok is órákig bámulta szívesen, és egy reggel hirtelen összetalálkoztam vele. Az emlékezetem ennél a pontnál kissé homályos. Ez egy közkedvelt régiség volt, valami komoly titok miatt. Celephel csak nemrégiben mutatta meg Evangeline hercegnőnek, és megengedte neki, hogy magával vigye. Most a távolétében ez a hely nem más, csak egy pince, dohos és hideg. Lélek. Nincs tovább szükség a védelmezésedre. A védelmező eltűnt, elhagyhatod ezt a helyet. Nos, mi történt a nyugati fallal? Látom az óceán még innen is. És miért van az, hogy azok a fehér sziklák úgy ragyognak, mint egy fényes part? Talán közelebbről is megnézem. Megérdemled a pihenést, élek. Menj békével. Aha. Egy újabb set. Ez villámellenállást ad, ez meg jeget és tüzet, illetve mana újra töltődést. Ez meg élet újra töltődést. És az hagyján, de a set bónusz nő. 3 intelligencia, 20 mana és 3 mágikus sebzés ellenállás. Aha. Több mana, több intelligencia és több mágikus sebzés ellenállás. Kapunk egyet a kitartásra, a hatalom és a békó idézésre, egyet az élelem adásra, a védelemező ölelésre és a vadharagra. Ez nagyon király. Ez nagyon király. Nagyon rég játszottál vele. Én egy 3-4 éve játszottam ezzel a játékkal. Utoljára. Akkor ezt a részt a kiegészítővel együtt végignyomtam. És amire nagyon büszke vagyok, hogy megvan a... Megvan az eredeti lemez a kiegészítőnek.
Na, ott van Aranna leleke. És nagyon sok szellem van. Tizennyolc szellem. Az nagyon sok. Szevasz, Willy. Háromra azért leszek nagyon kíváncsi, mert az anno, amikor megjelent, nagyon nem tetszett. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy így felnőtt fejjel milyen. Milyennek találom. Főleg úgy, hogy már utána olvastam. Kik csinálták? Miért lett másabb a játék? És így már, hogy tudom, hogy nem is azok csinálták, akik az első két részt. Így most már máshogy állok hozzájuk. What? Mi történt? What happened? Én aludtam napsütésről, és egy bizonyos elf szempárról álmodtam. Aztán hirtelen itt ébredtem. Minden olyan homályos, mintha egy pamut akarnál a világot. Sajnálom, lélek. Valdis és az arkmágusa megtámadta a várost, és téged is megöltek. Egy lélek? Azt mondod? De ez azt jelenti, hogy sose nyerem el Lit-Arin szívét. A homályos part kezd fényesebb lenni. Nézd, a pára felszáll. Így jó, kedves idegen, találd meg a szerelmedet, minthogy nekem sosem sikerült. Pihenj békében, lélek. Nekem a három borítója nagyon megvan, amikor megvettem az Xbox 360-at, akkor ő jelent meg, és mindig ott volt a demo között. Meg a sztorba, igen? Hoppácska. Hoppácska, hoppácska. Kísértett látomások, mana újra töltődés, élet újra töltődés. Ezt valahova oda kéne tenni. Ott van egy olyan újra töltődős. Na. Jó. Én nem is tudom, hogy annól magyarítottam a játékot. Ez a hátsó szoba nagyon érdekes. Mert hogy itt van egy aréna. Egy eldugott titkos aréna. Spoiler. Egy pince a malu alatt. This is the tavern wine cellar. Tisztán, ez a fogadó poros pincéje. Ha el akarod felejteni a gondjaidat egy időre, beszélj a csaposról odafent. Ide lent semmi sincs, csak poros üvegek és törött poharak. Köszönöm, megnézem, hogy mit kínál. This is the tavern wine. Oké, tehát akkor visszamegyünk. Care to douse your sorrows with a glass of my fine? Certainly. It is always pleasant to meet a young person who... Well, let's see. Now that, Melanor... Lehet, hogy még tovább kell haladnunk. This is the tavern wine cellar. If you wish to forget your troubles for a time, speak to the bartender upstairs. Nothing down here but. This is the tavern wine cellar. Szóval ő azt mondja, hogy beszéljünk a csapossal. Hát jó. De nem ez volt az utolsó, hogy ide lejöttünk. Care to douse your sorrow? Most nem. Care to douse certainly. Care to tehát ő történt, történt mesélést akar. Jó. Na hát, oké. Thank you.
Tehát van egy questünk. A találd meg a démont. Van egy olyanunk, hogy a Rana lelke, Lothar áltatlansága. Beszélj Trenit Vilvan szellemével. Tehát Vajlutra erdő déli részén egy réten álló átrium. Jó, először haladjunk tovább a főküldetéssel. Vajkes prófétát követünk. Vajkes prófétát követjük. Imádod, hogy lépcsőzik a Samael? Ez olyan csacsi volt kijelölve. Miért rájuk csapott? Itt lehet majd kántálni. Ez fontos, hogyha lehet itt kántálni. Még tovább. Ott lesz egy teleport majd. Szerencsére ez az a játék, ahol nem lehet lemaradni semmiről, úgyhogy igazából mindegy, hogy merre mehetünk. Ó, látom már. Hát oda mutat egy quest. Jó. Tehát oda akkor majd vissza kell mennünk teleporttal. Antúl Vajkes fanatikus neofita. Egy kicsi Vajkes barlang. Hogy kinyitotta a csacsi. Ott az Onyx töredék. Ez kellett. Ez kellett a questünkhöz. Who goes there? What are you hiding? Ezek a Shuramari izék. Tagok. A Nightbornok. Ki van ott? Sürgős üzenetem van. You are not the one. Nem te vagy a kiválasztott, hagyd el ezt a helyet. Who goes there? Bocsánat, bizonyosan rossz helyen vagyok. Oké, tehát ide még nem tudunk menni. Szép reggelt, őrültek háza. Ti már így beszélgetitek egymást Willivel? Nem is tudtam, hogy ilyen jóba vagytok, Samantha. Nem sokára kiderül, hogy együtt World of Tanks-oztok.
kapják a Bék Yoshinek éppen. Ülünk pár Bék Yoshint. Megint Sotiris nagyon kapja a damokat. Szia Isten. Hát jó, biztos, oda megyünk majd. Mert az 1v1. Mert az 1v1. És akkor meghalt? Nem, az emberünk halt, meg az idézettünk halt meg. Bebújt a fa mögé, ahova én annyira nem tudtam volna bemenni. Hát ez a lövés megint valóban fura helyre ment el. Ott van! Kiesett, srácok! Kiesett! Hát ez most nagy öröm. Ez most nagy öröm. Ott van Loretel parancsa, az a Loretel hagyaték része, egy sokkal durvább pajzs, mint ami most van. 30% páncélt ad, lövés ellenállást, életerő újratöltődést és 26% esélyt a blokkolásra. Hát végre. Végre. És most már 2 megvan a szedből, 3 erő, 3 páncél és 2 mágikus sebzés, 200% mágikus sebzés ellenállás. Köszi. Iszonyatosan, epikusan jól fog kinézni ez a pajzs. Majd megpróbálok valamit csinálni, hogy láthassátok majd a setet. De ez az egyik legjobban kinéző set a játékban szerintem. Nagyon félek, mert eddig ma még nem crasheltünk. Köszi. Mizui stag. Ja, a pajzson kívül mást fel se vettem itt. Onyx, el ne felejtsük az Onyxot. Már a tokrás. Meg kell nézni a crash előrejelzéseket. Írnak-e mára? Erről. Persze, hogy inasba rakják az ilyást. Sotiriszt megátkozták. Megátkozták a Dungeon Siege utálók. Nincs DS2 crash nélkül. Menekül. Gyere vissza. Nézd meg. És akkor meghalt? Meghalt. Aszta. Egy jól összetett hív volt itt. Úgyhogy távolabb megyünk. Itt amúgy nem jelez semmit a térkép. Jó. Ott lesz a teleport. Csacsi, add meg nekik, nagyon jó. Nagyon jó vagy. Te vagy a legjobb csacsi. Na. Most, hogy ide eljöttünk, visszamegyünk az előző részre. Ez már az Arin szúrnak, és nekünk a déli része kell a Baikes erdőnek.
Na, ugye most el kell mennünk énekelni, és utána vissza kell ide jönnünk. Szerintem. Így van. Csináljuk, csináljuk ezt. Ugye azt mondta, hogy szellemmel kell beszélnünk. Énekelni meg csak ilyen szenténél lehet. Vox Mortem. Minden igaz, akkor én ezt az utat láttam. Az jó game lett PS5 rám. Szóval a karcoló. Crash Bandicoot. Túl késő, ha-ha-ha, mint halálra vagytok ítélve. A T-póz. Álltok rád! Álltok mindannyiótokra! Visszatérek, hidd el! Egy csukja. Kiváló őrszemsisak. Igen, ez a családi erekje. Azzal, hogy a démon el lett pusztítva, a tragédia meg lett akadályozva a tesztrimester, és a vajkás bizonyára talán majd más módot a hatalom vágyuk beteljesítésére. De most nem jelentenek fenyegetést. Beszélj! Atelasszal. Hála az Istennek. Isteneknek. A démon elpusztult. Bátran vállaltad a részed benne, fiatal hős. Kérlek, fogad el, fogad ezt igazságos jutalmatként. Hát ez jól el lesz adva. Köszi! Köszi ezt, majd akkor eladom. Oké, okay. Roland köpenyege. Arint legendás botja. Viper akarom. Az Onyx töredéket ugye már meg lehetne csinálni. Switch-e megvettem a régieket, de nagyon szemét játék. Ja, nagyon nehéz amúgy, igen, igen. Mondjuk az öt nem tudom, hogy mennyire nehéz, de az előzőek azok biztos. Mert az ötre jelent meg? Nem, nem is tudom. Lehet, hogy négyen játszottam? Lehet, keverem már. Mi kell nekünk? Az, hogy hazamenjünk. Ott odaadjam az Onyx töredéket. És akkor azzal a questtel is haladni fogunk. Ő volt az. Összegyűjtetted mind a három reagens törökvást össze, és kombinálom őket. Sikerült, alig hiszem el, tessék. Fogadd a kreálmányom egy részét jutalmul. Viper akarom.
Bűbájolásra, max sebzés, minimum sebzés és halál sebzés. És így meglett a Viper a karom questünk is. Ez a lélekrabló nagyon király amúgy. Mert megint jó sok cucc van nálunk. Azonitánk elveszett völgyen, Greylin dzsungler északi részem. Megtaláltuk a 10-est és a 11-est. Jól van. Akkor megyünk vissza és folytatjuk. Folytatjuk, srácok, a Vájkás proféta üldözését. Közben tár 29-as lett, ő egy kicsit le van maradva, kicsit el van maradva a többiektől. Imádom egyébként, hogy a csacsi milyen területi sebzésekre képes. Balra van valami. Egy barlang. Arra nem volt semmi, úgy látom feljebb kell mennünk. Ujj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 
Dühös valaki, mert Sotiris megtámadta a vezérét. Szia, Lanier! Hátul nem esett semmi. Ó, más vagy? Sokáig pergett a melózás, tegnap is tudom. Talán egy kis fort, itt jól telepakolták a Game & Bug-gal. Oh.
Hát a nem lehet lőni egy meccsen, az a legjobb bug eddig. Csacsi. Ritka, kiváló elementalista, palást. Palást. Aha, az a palást. Jó, egy lót, és akkor itt tovább. Halt! What do you want? Mit akarsz? Mi van-e mögött az ajtó mögött? Nem, not have the proper nincs megfelelő információt, nem mutatom meg neked. Azt tetszik, amikor a kalapácsra mész, és elfelejti, hogy nem kéne foldamage-et kapni. Ez jól hangzik. Az is jól hangzik. Ez már a harmadik ajtó, vagy legalább a második, ahol azt mondják, hogy ne menjek tovább. Hát elnézünk jobbra. Kiváló törzsi hajviselet. Hajnali egyik vicsereztél azt a... Jól elkapott akkor most. Szemez. Sejtett van, hogy Sotiris meg fog halni. Én azt hittem, mert a boss meghalt. Most már meghalt. Megtaláltam a bejáratot, amit mutattam. Hát én nem tudom, mit mutattál, szemezben nem emlékszem, de majd megmutathatod. Legközelebb, ha éppen mutogatásra vágysz. Tegnap a csávó próbált felmászni való és ki lett lőve az űrbe. A frozen cave. Egy fagyos barlang itt? Ez nem hangzik túl jól. Vannak különféle ilyen placok. És ezeknek oka van. Egy küldetés. Vagy egy varázslat. A Griffset és a torony. Oké. Oké. Ez az ajtó védi a megrontott erdő fagyos szívéhez vezető utat. Csak egy kulcssal lehet kinyitni. Nem vágom, szemez. Azért mondtam, hogy majd megmutatom. Hé! Ő átjött a kavicson! Az elót átjött a kavicson! Report. Hát csal. Hát csal az enemy. Úgy könnyű. De hát nyomom. No. Na mi? De elnyomta az ultit, addigra már meghaltam.
Basszus, jó, akkor kiírtjuk őket is. Már erre nem akartam tovább menni. Húha. Majd elég csúnyán írtanak minket. Jó, így jobb vagyunk, így jobb vagyunk. Nem kell tovább mennünk. És itt lesz a falon egy gomb. És ott pedig egy már üres láda, mert a csacsi a proximity nyitogatásával már ki is nyitotta nekünk. Az igazság és a tűzölés a miénk egyedül. Testvéreim, már asszátok el igazságos tüzetekkel, ezt a gyalázatot ki elpusztításotokra tör. Hát a cinematic itt tényleg nagyon menő lett ezzel az upscale-el textúrával. Kövesd a vánkes profétát végig az Arin szurdok mentén. Egyszerű. Itt a híd, de nem megyünk át rajta, mert kíváncsi vagyok, hogy itt mi van ezen a részen. Aha, opcionális terület. Szeretjük az opcionális területeket. Ki van ott? Egy barát! Manu Osztának nincsenek barátai a barbárok között. Hagyd el ezt a helyet! Tehát majd erre is el lehet jönni. Ez már tényleg a negyedik hely. Na jó, itt megállunk hát, ha még buffolna a varázsló. Ez 12 arany. This one won't tire. Ezt nem akar elfáradni, folyamatosan menekül előlünk. El fogjuk kapni. Elkészült el a hosszú üldözésre? Mondom neked, hogy nem fog megállni. Én sem. Rendben, gyerünk. Tetszik, hogy így beszélgetnek a karakterek egymással. Ez olyan RPG-sé teszi ezt az RPG-t. Teleport. Az út talán ott vinne minket tovább, de elbukucskálunk itt ezen a részen. Átházi opcionális. Bíklósinek és saspártányok. Persze, hogy megölik az ijászunkat. És nem opcionális. Így lemertem volna fogadni. Szevasz, Adam. Szevasztok, srácok.
kellene amúgy tovább mennünk. Az is ott egy bokor. Szucsán. Izo Adam. Hát ez rengeteg ítóka. Ez rengeteg manaita. Ennyit nem is tudunk meginni. Annyira sok. Lehet mondani, hogy dolgoztál, akkor ezek szerint a csak ventilátorok oldaladra töltöttél fel lábképeket? Bolond gyermek! A védelmező az, aki, akik tudják, hogy miként használják azt. Tényleg azt hiszed, hogy hozzád hasonló lények végidő irányítására rendeltetnek? Ne vélte, hogy rendelkezel a szükséges tudással vagy erővel. Pusztán csak egy barbár vagy. Rövid életre és örök sötétségre ítéltetve a halálban. Nézz az arcomba és tudd meg az igazat. Eljött az időd! Hát én nem tudom, nyomtam ott egy pár területet, aztán meghaltak. Vajon mire gondolt ott a költő? Ja, még él. Penész. Hát ez easy volt. Találd meg a halál védelmezőjét. Valószínűleg az egyik Vikes barlangban van. Találd meg és szerezd meg. Végre péntek? Bezony. Bezony, bezony. Én folytatom a hétvégi programomat, az eddigi hétvégi programomat, ami már egy-két hete tart. Régi dolgokat rendezek. E-mailek, mailok, mappák, iratok. Meg családozás. Ez lesz a terv. Ez elég maffiásan hangzott? Te vagy már maffiás. Jó program. Hát egyszer ezt is meg kell csinálni. Az a jó, hogy ezt csak egyszer kell megcsinálni. És most a pont aktuális. Szerintem vissza kell majd jönnünk ide, mert itt lesz egy a Vikes barlang, itt lesz majd egy szellem. Bár nem láttam szellemet a leírásban, hogy itt lenne, úgyhogy lehet, hogy itt valami más lesz.
Menjünk el először balra. És itt nincs semmi. De volt két köcsög. És ott fönt. Annyira kényelmes srácok, hogy a csacsi szétszedi ezeket. Ez valamit jelent, hogy itt ennyire nincsen elmi. Aha, mondtam nektek. Van-e valami game, amit várok idén? Az a helyzet, hogy még nem írtam oda össze a listámat, ahol szoktam, hogyha esetleg kérdeznétek ilyeneket. De a Harry Potteres az mindenféleképpen város. Meg a Jedi Survival, meg a Diablo 4. Jedi Survival, meg a Diablo 4, ami így nagyon-nagyon város. A Harry Potter is felcsúszott erre a nagyon város listára. De ott az majd akkor lesz számomra biztos, hogyha lenyomtam az első 3-3 és fél órán belőle. Tényleg, hát jön az új Hollow Knight is, bár abban az a szomorú zakik, ahogy még az első rész sem játszottam végig. De ezekkel játszani a Last of Us PC-s verziójával? Szeretnénk neki adni egy esélyt. Mert amúgy tökre érdekel. Főleg mivel a sorozatot most már biztos, hogy végig fogom nézni. Úgyhogy már láttam az első részt. És nagyon érdekel a Last of Us, de eddig sajnos az első vég, tehát az első játék esetén rosszul lettem. Anno még egy 6 éve, lassan már 7 éve. A másodiknál, meg a második streamnél éreztem magam nagyon rosszul. Úgyhogy megnézem még egyszer. Mert amúgy nagyon örülnék neki. Főleg mivel ugye PC-s, úgyhogy lehet, hogy ha nem kontrollerrel irányítom a karaktert, akkor jobb lesz. Violent my death and horrible. Erőszak, halálom és rettenet. És a kín még folytatódik, ahogy ehhez a helyhez vagyok láncolva, s nem enged végső pihenőhelyemre utazni. A vájkes milyen gyűlöletes gonosz. Elraboltak és megpróbáltak saját útjaikra téríteni, de ellenálltam. Ó, igen. És emiatt feláldoztattam annak az undormánynak. Ne félj, lélek, elbánok a vájkes serés csapataival. Meg leszel bosszulva. Isten Ura, fényességgel elfogad legmélyebb köszönetemet. Igaz szavait felszabadítottak. A kötelékek immáron lehullottak rólam. Viszlát, barátom. Béke veled, Délek. Ritka a kitűnő pöröly. Szevasztok. Final Fantasy 16? Na hát azt sejtettem, hogy téged majd megmozgatsz télon. Azt sejtettem. Szia, Nicika. Ja, a Hollow Knight az nagyon klassz game. Hát nem tudom, amit én először láttam a Harry Potter játékról, azon kívül, hogy Harry Potter bennem semmit nem mozgatott meg. Viszont amikor láttam azt az egy hónappal ezelőtti, vagy pár héttel ezelőtti videót a játékról. Na az. Na amiatt lett város. Szia, Leader D. Jobbulást, hogyha esetleg gond volt. Na itt van a pajzs másik darabja. És ez meg egy hosszú boss fight. Bütykös cammogó.
Ujj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 j
Elvileg most mindent szétszedtem. Meggyengült a levélpáncélja, azt írja. Valahogy sejtettem. Valahogy sejtettem, hogy itt lesz egy crashünk. Azért nyomkodtam a mentést ilyen lelkesen. Ja, nekem a Harry Potterek nagyon adták. Nekem azok nagyon adták. De viszont a játék az így nem mozdított meg bennem semmit. Hát megjött a crash, az a helyzet. De mennyit is kellett rá várni? 2 órát, 2,5 órát. A Witcher 3-mal voltam úgy, hogy Crash hát pár szó után olyan sűrűn gyors mentettem, hogyha régi monitorom lenne, akkor beleégett volna. Hát ja, kell nyomkodni. Elnyomkodni. Most én itt végig szaladok a pályán. Mi baj lát? Ez itt a Dark Souls? Na ne szívas! Mennyi pénzünk van? 98 000. Ennél kevesebb lesz, az nem jó. Bár eltűnt onnan a szellem, úgyhogy mentettem, jól van. Én azt hiszem, nekem a Witcher 3 nem crashelt. Vagy legalábbis az elmúlt pár streamben nem crashelt a Witcher 3. Lehet, hogy előtte igen, de nekem most ez nem rémlik. Pedig ha ott crashelne valami a modok miatt, akkor azt megérteném. Itt is több mint valószínű, hogy a modok miatt crashelünk. Most megmutatja újra a boss-t? Hú, azt hittem, hogy bebágolt.
Tammogó fióka. Ja, már elment. Már a százalékok alapjának nem felének tűnik. Elnyomni a képességemet, na mindegy. Várjunk, akkor ő most nem dobott lootot. Hát akkor ezek szerint az a lootunk, hogy a védelmezőt fel tudjuk venni. Ó, hogy itt van. Bascinet. Ez mi ez a bascinet? Ez lehet az. Ott van, srácok, elképesztő, elképesztő. Hát a harmadik set item, gyorsan Ctrl-S a Loretal hagyatékából. Na, a jelenlegi sapkánk az az, ami ott van. Intelligenciát, manát és halál ellenállást ad, ez viszont életerőlopást, 20% páncélt halál ellenállást, barikától szívosságra és megerősített páncélra ad plusz egyet. És így néz ki. Milyen jól néz ki, amúgy ez majd a terepen fog igazán jól kinézni, nagyon szépen ki van dolgozva ahhoz képest, hogy ugye ez itt a max felbontás az 1280x1024 volt. Azt hiszem. Nagyon szép. Ez a felskálázott textúra. Hát oda meg vissza vagyok, érte? Szia, Nadrena! Sziasztok! Üdv mindenkinek, srácok! Ahogy lehetett volna tölteni. Na, tapintsuk meg a halálvédelmezőt. Beszélj az Azudinda tudossal. Miután végül visszaszerezted a halálvédelmezőjét a Vajkestől, újra találkoztál az Azudinda tudossal. Talán van néhány hasznos információja számodra. Greetings, my young friend. Üdvözlet, fiatal barátom. Erősebbé váltál annál, mint amit magam remélni mertem volna. De... mit csinálsz itt? Miféle szemfényvesztés ez? Nem várom, hogy megértsd a mágia útjait, mint mit gyakorlok, de tudnod kell, hogy nagyon hosszú ideig a védelmező sorsának egyengetője voltam. Mire gondolsz? Azon ájpajzsát újra kell kovácsolni, a világ sorsa függ tőle. A darabjait egyé kell alakítani, és immáron egy nálad van közülük. Ha el akarod venni tőlem, óva intelek. Nem ez a szerepem. Ha újra tudnám kovácsolni a pajzsot, már rég megtettem volna. Réges rég. Ezzel a feladattal mást kell megbíznom. Ha összegyűjtöm a darabét, és valahogy újra kovácsolom a pajzsot, lesz annyi erőm által, ahogy legyőzzem Valdiszt? Ha módot találsz a másik áron védelmező darab összegyűjtésére, utána a pajzs helyreállítása is lehetséges lesz. De most, fiatal harcos, a hercegnővel kell foglalkoznod.
Evangeline hercegnő? Most mi a baj? Most mi a baj? Ő az, akit Valdis keres. A hercegnő vezeti az ellenállást, mentsd meg őt, különben a lázadást letörik, és a világ sorsa megpecsételődik. Szóval nem volt a Vajkes kezében, akkor hol van? Vadis sötét varázslói elrejtették az Azonita temető legmélyebb szintjére, és ott leled mind a hercegnőd, mind az ősi varázslókat, ha sietsz. A hercegnő valóban erős, de a sötét varázslók erősebbek. Nem fog sokáig ellenállni a vallatásnak. Gyorsan menj át erre, ezen a föld alatti világba bejárat... Ezen föld alatti világ bejárata a temetőbe fekszik, mit most az ősök kertjének hívnak. Miután bejutottál az Azonita temetőbe, haladj a fagyos mélységben, míg el nem éred a helyet, amit Azonita katakombaként ismernek. A hercegnőt a legmélyebben fekvő terembe tartják fogva. Így van, meg kell találnunk Evangeline hercegnőt. Ez a hatodik küldénk itt a második felvonásban. How could those elves do such a horrid thing to a tree? Ilyen szörnyűséget művelni egy fába, kitekert alakban és ellenségeik vérének megívására kényszerítik őket. Ez kezd undorító lenni. Senkit sem láttam, aki kényszerítette volna. Valóban azt hiszed, hogy egy fa ezt magától képes lenne tenni? Őszintén, te semmit se tudsz a fákról, Sotiris. Nem úgy van az, ahogy gondolod, hidd el. Azok a gonosz elfek és a halál mágiájuk, remélem olyan ütést mérünk rájuk, amiből sose fognak felépülni. Talán az ő hibájuk, hogy az erdő úgy néz ki, ahogy. Valahogy úgy, de mások azt mondják, a gonosz volt az, mi a kataklizmába szabadult fel, ami felzabálta az erdőket. Bármi is volt, remélem meg tudják állítani. Nyomtam is egy mentést. És egy teleport. Az ősök kertje. Annyit tudok, hogy itt van egy szellem. Ó, kurgan. Fal mögött van egy enemy. Nem tudom, hogy foglalkozunk-e velem. Melyik világon alapszik ez a játék? Nem tudom, hogy... Mit vettek alapul ezek a játékok? Mit vett alapul a Dungeon Siege? Világa teremtéséhez. Meglepő a fordulat, hogy az elfeket így ábrázolják. De nem tudom tényleg. Ez amúgy engem is érdekel, hogyha esetleg megtudod. Ha azt nézem, hogy itt semmi nincs, ezeket a szobrokat majd lehet később forgatni. Aha, ott van. És itt egy...
ének. Mesteri öntudatosság ének. Karakter elsődleges osztálya alapján 100% ellenállás, 300 másodperccel és minden karakterre. Lehető legnagyobb ellenállást ad minden közelbe álló csapatok számára. Az osztályuknak megfelelő sérülés típus ellen. Ütés, lövés, mágia. De jó. Várjunk csak, még egyszer nézzünk le, nehogy ott hagyjak valamit. Aha, semmi. Most jönnek a 30-as szintlépések. Azt is megölték. Ajajajajaj, az ott nem jó, Nem állunk jól. Ó, szuper előítal. Döfködő, mi volt ez? Döfködő, aha, nem ére ki. Döfködő fajta légy. Hogy kempeltek ott a koporson. Tardigrada! Wow! Srácok, peregjenek a szövegek Tardigradának. Köszi szépen az 53 hónap támogatásodat. Mi újság? Mi újság veled? Az, amit ott temető. De jól nézett. Ezek a havas farkasok nem szimpik. Itt van egy, amúgy ezt vegyük fel. Vegyük fel ezt a teleportot. Aztán mehetünk másfele is. Legalább a teleport legyen meg. Ó, Vart brutál. Vart. Jó, megvan a teleport, úgyhogy mehetünk másik irányba.
kaptunk egy dobófejszét. Hát ezt elhiszem tardigradan. Karácsonyi Szabi, hogyha még meg is toldod egy-két héttel, akkor aztán pláne nehéz visszarázódni. A melóba. Csacsi, nyomod! Nagyon jó, hogy a tankunknak van taunja. Csak egy-két évvel kell meghosszabbítani a karácsonyi Szabit. De már nem is akarsz egyáltalán dolgozni. Istenem. Mindenki az IA-t akarja. Szomorú vagyok. És csalódott. Mindenki az IA-szomra pályázik. Ajajajajajajajaj, hát itt most mi történik? Elfogyott az embereim HP-ja. Egy kis titkos ajtó. Ez az, csacsi. Nyomod. Na és ide nem tudunk bemenni, mert olyan mágia kell. Ezt nagyon sajnálom. Ezt nagyon-nagyon sajnálom. Bajnok halotti maszk. Egy fagyos sírbolt szarkofágjában találtad. Ez a maszk érzelmi értéket képvisel az északi vidék Rahvan bajnokának élő halott lelkének, aki az Azunita temető bejáratát őrzi. Beleegyezett abban, hogy beléphetsz a temetőbe, ha híreket hozol három testvéréről. Sejtettem, hogy az IS milyen agyon vágják ezek a szemetek. A falban még van valami. Oda vissza kell mennünk. Ja, nincs semmi. Ahhoz kell a
harci mágus. Ja, hogy ezzel ki lehet kapcsolni a csapdát. Most mehetünk vissza, ahova egyébként mögénk spónolt az enemy. Legalább elmondhatom azt, srácok, hogy ezt a helyet átnéztük. Meg legalább ennyivel több XP-nk van. Igen, a télapó az egyszer egy évbe tolja meg, de akkor nagyon. A melózást. Egy mentés. Majd le lehet menni. Hohohoho, miért kaptak? Itt a sarokban. Miért jöttünk eddig a teleporttól elfelé? Még egy sír, gondolom még több XP. Gyertek, gyertek! Rossz helyre ment ki a területünk a csasitól, sajnos. Ez a földet lövi. Lehet ennél idegesítő valami? Hosszú utat találtunk. Na, az IASZ már megint kaptam. Édes Isten, menjünk egy kicsit hátrébb. Nem, Anadrena, csak te megnyugodtam. Nyugodtan beszélgessetek, nincs az aggony. Jesus.
Ritka kiváló talizmán. És ott valamit kinyitottunk falon keresztül. És kikapcsoltuk a lövöldözést. Megint falon keresztül nyitottunk ki valamit. Wow! Valami kinyílt valahol, ugye? Persze, hogy az IAS kapja. Na, szedd már fel az IAS-t. De még ma? Hát, tehát ezt a középső területet nyitott. És ez azért jó. Aha. Ja, látom, látom. Az a sikoltás az ilyen szólt, igen. Aki férfi egyébként. Hát ez nagyon jó hely volt. Nagyon jó hely volt. Annyit kivettem, srácok, hogy istok félmilliókra vágyik. De nem jöttem rá, hogy havonta, naponta vagy óránként. Hát elnéztünk a másik irányba, de nem volt itt nagyon semmi érdekes, azon kívül, hogy XP. Percenként? Ja. Újabb barlangos lejárat. Vagy nem is barlang, hanem pince. Lehet amúgy, hogy pince. Ez inkább tűnik pincének. Egy fagyos sírbolt. Már egy ideje nem történt semmi küldetéses dolog. Így megyünk, azt öldöklünk. Hátulról közben valaki jön. Valakik jönnek. Valami idézett lény is lejött. Azt nem értem. Én nem vagyok ott ebben a játékban, nem open world? Nem, 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 nem open world. Ez egy eléggé csőjáték. Vannak aktok, végig kell rajta haladni.
Be vannak állítva a dühöngésre a srácok, és így nem csinálnak semmit. Hol megy az utázás? Dühöngésben ugye mindenkit kéne támadniunk. Más, mint a Warcraft 3. A Warcraft 3 stratégiai játék az más. Ezt inkább, hogyha valamihez kellene hasonlítani, akkor inkább egy Diablo 2. Legalább annyira open world ez, mint egy Diablo 2. Ugyanúgy vannak teleportok, waypointok. Aha. Megvan mind a három bajnok halotti maszk. De amúgy azt is lehet nézni, igen egyébként, hogy végig kell játszani egy pályát ahhoz, hogy jöjjön a következő, mint egy Warcraftban. Ha így nézzük, akkor igen. Vadászkard! Ezt a gombot valaki nyomja már meg. Gyorsan! Már megint az íjászom. Hát megint az íjászom. Jaj. Na. Igen, valójában élvezettel ölöm meg az íjászomat. Ezért élek. Megöljem a karaktereimet. Ilyen piszkos vágyai vannak. Amúgy én egyszerűen nem értem, tehát hogy így. Ja, hát akkor másik karakterrel fogok játszani, és akkor talán nem az íjász hal meg. Akkor átváltok a mágusra. Szia Jadloz, újra játszanád, nem találsz oda CD-ket? Steamen meg tudod venni az alapjátékot, arra rá tudod telepíteni a Broken World-ot. A Broken World-ot meg nem lehet hivatalosan megvenni már Official Store-ban. Csak használtam. Úgyhogy nekem most újra kellett rendelnem, mert a költözés miatt már nem találtam meg a Broken World-ös dobozkámat. Úgyhogy ide az újra tudtam rendelni, van egy üzlet, aki ezzel foglalkozik, hogy ilyen retro játékokat árul. Pár ezer forintos tétel amúgy. És nem csak ezt árulják. Meg is jött a kedvem hozzá, hogy régi játékokat vásároljak, de hát igazából minek vásároljam, amikor a legtöbb ott van Steamen. Szóval csak azt teszem meg, amit így már nem lehet beszerezni, mint például a Broken World-ot. Van a Mikulásnak híres rokona és fiatalabb is? Nem hallottam róla. Meg érdemes amúgy elolvasni Jadloz a guide-okat
a Steam-en a játékhoz, és akkor az is tud segíteni. Én például modokkal is tettem ilyen szépé a játékot. Tehát ez a stream annyiban másabb az előzőtől, hogy itt már 4K AI által upscalelt textúrák is vannak a játékon. Mikulás a piroska bátyja. Jaj. Egy jó szintlépés. 31-esek most már a skacok. És egy újabb lejárat, tehát ez elképesztő. Az open world a halálod, mert eltévedsz? Hát nehéz megjegyezni. Legalábbis nekem nehéz megjegyezni, hogy hol jártam és hol nem jártam. Ha csak nem jeleli valami a térképem. Egy fagyos sír volt. Szia, Sir Hammon. Wow. De ez nálam hangulat függő éppen, hogy mi ez van kedvem. Valamikor elég egy ilyen egyszerű játék is, ahol nem kell azon agyalnom, hogy merre kell menni, hanem így megmondja a játék, hogy erre menj, az szevasz. És akkor nem is akarok másfele menni. De például most szívesen nyomnám amúgy a... Ez már a negyedik bajnok halotti maszk. Szívesen nyomnám az AC Odyssey-t is. Nagyon megtetszett, ahogy így belekóstoltam. Az Origins után. Ja, az igazán nincs mit. Ha nem jársz sikerrel, szívesen megmondom amúgy, hogy én honnan vettem. Mondom, vannak idehaza ilyen üzletek, akik ezzel foglalkoznak. Amin amúgy meglepődtem. Mert nagyon szomorú lettem volna, hogyha külföldről kell berendelnem 20.000 forintért a használt játékot. Az 1000 éves használt játékot. Persze kincs meg minden. De így, hogy csak pár ezer forint volt, így sokkal jobban esett. Kaptunk egy lángkéz receptet. Arra készült, hogy félelmet szítson a jégelementálok és a falények lelkében. Vectus a vörös először azért készítette ezt az ökölvívó kesztyűt, hogy mindent felgyújtson maga körül. Nem nagyon craftoltam amúgy még a játékba, szóval majd a végén ezt is ki kell próbálnunk. Yeah.
Miért? Miért? De ez a játék még mindig jobb, mint a Star Wars Kotor, amit a Steamen árulnak. Még mindig sokkal jobb. A Kotor az kb. 5 percenként crash-el. Steames Kotort, azt felejtsétek el. Régi játék, akkor gogos. A gogos verzió már meg van modolva. Bár a Steames-el is el lehet szöttyögni, de az, ahol, annak nektek kell utána néznetek, hogy hogy kell játszhatóvá tenni. Legtöbb Steames játék az olyan, hogy utána kell nézned, hogy most akkor hogy fog ez működni. A gogosnál meg nincs ilyen, letöltöd, elindítod, azt megy. Valamelyik májusban az alap Kotorral akartam játszani, én naivan letöltöttem, hogy akkor na majd megy. És nem ment. Hát mint hogy ment. Fél órát játszottam vele, és volt vagy 6 crash. Ez egy izgalmas stream volt. Az a jó, hogy most már nem kell mindent megnéznünk. Tetszik a csasi táskája is egyébként. Nézd. Még egyszer crash-el, akkor ez egy jel, hogy amúgy már forgályzoznunk kéne. Jajjaj, nem. Édes Isten. A magyarító srác berakott egy copyrightos zenét az intrója alá, és semmi nem copyrightos a játékban, mármint hogy ilyen szerzőjogi zene, ugye? Probléma nincs velem. Csak ki tudtam nyögni, amit akarok, még hogyha nem is érthetően. És egy dolog fogta meg eddig, a vodokat, a magyarító sásznak az intrója. Igazából csak mana italt farmolunk. Az a gond, hogy hogy teszteljem le, hogy most már nem crash-el a játék, értitek? Ez kb. Úgy lehet letesztelni, hogy nem crash-el a játék, hogy kezdek egy új mentést, és akkor játszok vele. És hogyha nem crash-el 2 órán keresztül, vagy 3 órán keresztül, akkor jó. Az biztos, hogy nem az AI által upscale-elt textúrák miatt crash-el, mert már előtte is volt crash-elés. A DG budom miatt crash-elett amúgy, de hogyha az nincsen, akkor minden olyan homályos, mert ugye nem tudunk rendes felbontással játszani. És van még a magyarítás, tehát hogyha a magyarítást kiveszel, akkor meg nem lesz magyar. Érted? És akkor mit kell csinálni, hogy jól fusson a játék? Hol van Jadloz?
Hát igen, manapotiból van egy csomó. Jézusom, mennyi manapoti. Még párszor kiklesel a játék, a szétfarmoljuk magunkat manapotiban. Na. Csapó... 3. Amúgy, ha tudnám, én megnézném, hogy mitől crash-el a játék. Hát, ha valahova kiírja valami log file-ba. De nem tudom, hogy mi okozhatja a crash-t. Mert 110 ezernél tartunk Goldnál. Igen, ez az egyik rossz tulajdonsága a Dungeon Siege-eknek, hogy az ellenfelek kitargetelnek egyetlen egy embert a csapatodból, és akkor így old meg. Egy dobófegyver mester kezében a fagyharapás egy egész harcmezőnyi ellenfelet hagy maga mögött jégbe zárva. Na mehetünk ki innen is most már. Láttam, hogy ott vannak ellenfelek, de ott már voltunk, csak kétszer kikresselt azóta a játék. Mi az, aki 200-at sebez? Az elég durva. Ezt meg kéne nézni. Van olyan, hogy... Van olyan gomb. Ahol azt tudom mondani a csapatnak, hogy várakozás az az ű. Nézzétek csak. Konkrétan szólózni tudna az ijászunk, annyira kemény. Ez komoly. És akkor... Többiek mit csinálnak a csapatban szerintetek? Hát akkor már értem, hogy miért támadja mindenki az IS-t, mert hogy a többiek nem csinálnak semmit. Hordják a lootot. Amúgy... Kb. Lehetne játszani, hogy ijász, csacsi. És akkor kész. Hát... Szegény mágust olyan haszontalannak tartom most már, ezek után. Ezek után szegény mágus a leghaszontalanabb tagja a csapatnak. Ott a gombakör. Itt is van egy. Eddig már három gombakörrel találkoztunk.
Kettővel ezen az akton, egyel az előzőn, bár ott is lehet, hogy három volt amúgy. Ők is nézik a streamet? Ennyi. Mindenki az IA-t támadja. Egyedülálló harci szekerce. Nagyon jó. Itt lesz egy waypoint. Elvileg itt van fönt valami, de lehet, hogy akkor lent van. Itt jelöl valamit ezen a részem. A minimap, de nem látok ott semmit. Arra gondoltam, hogy még ezt a küldit megcsináljuk itt. Ha az lent lesz, akkor... Ravan bajnok. Üdvözlet, idegen. Lélekben erősnek, élettelinek látszol. Élettelinek? Az azonita katakombákat keresem. Tudod, hogy hol vannak? Mi ez a hely? Sok kérdés. Valaki csak úgy nem toppan be az azonita katakombákba. A birtokuk halott őrzője féltékeny és nem szívesen veszi az élők zaklatásait. Hogy tudtál ideig eljutni, hogy mindezt nem tudod? Ha a holtak meg tudnak támadni az élők birodalmában, akkor én is viszont tudok támadni a holtakéban. Nincs miért félnem tőlük. Brave work. Bátor szavak ez, jó. De minden esetre nem engedhetlek át. De kapu őr vagy akkor, miért nem fogsz beengedni? Mert ez a feladatom, hogy addig őrizem ezt a helyet, míg meg nem tudok valamit. Akik eddig információt hoztak nekem, elbuktak. A csata rosszul sül el mindazoknak, akik figyelmen kívül hagyják Ravan bajnokot. Ravan bajnok? Sose hallottam ezt a nevet korábban. Micsoda? Egy kő alatt lapulva élted le az életed? A testvéreim tettei és az enyémek dalokat ihlettek minden fogadóban és teremben szerte el vidéken. Több csatát nyertünk Zaramot hordáival szemben, mint bármilyen élő ember. Sosem győztek le minket. Zaramot hordái? Mire gondolsz? Zaramot és követői meghaltak immáron több mint 1000 éve. Meg se hallok ilyen sületlenséget. Épp a múlt hónapban futamítottunk meg egy bandányi martalócát, kik Illiara partvidékét fosztogatták. A csata után szétváltunk. A testvérem Finden, Dalziel és Gregor visszatértek ide, az északi vidékre, hogy elbánjanak az itteni támadókkal. Én újra csatlakoztam Azunájhoz, és múlt héten az előőrsét egy bevetésen Zaramot útonállóival szembe vezettem. Könnyedén legyűltök őket, és éppen a fegyvereinket tisztítottuk meg a vértől, amikor a küldönc megtalált engem. Értem, egy küldönc, azt mondod? Igen, Hócsermely kikötőből küldték, hogy hírt hozzon nekem a testvéreim haláláról. Téged kivéve valahogy mindenki ismeri az észak bajnokainak vitézségét. Nincs halandó, ki képes lenne legyőzni minket, még egy a három ellenében sem. Hogy halhattak hát meg a testvéreim? Megnyugodnék, ha látnám, hogy a szükséges szertartás végrehajtásra került. A szertartás? Szertartás? Igen, a népem szertartása. Amikor a törzsei bajnoka meghal, megfelelően meg kell őt gyászolni. A testét egy megszentelt halotti mágián kell megégetni, míg az énekesek eltadolják minden tettét 3 napon és éjszakán keresztül. A negyedik nap napfelkeltéjén a porait elhelyezik a koporsójába, és azt eltemetik a személyes sírboltjában. Ha minden megfelelően hajtottak végre, akkor a halotti maszkját a koporsójára helyezik, és a kriptát lepecsételik.
Á, tehát a szertartások akkor rendben lezajlottak? Nos, ez az, amit nem tudok. Én nem emlékszem semmi többre. Valahogy az emlékeim hobályba vesznek. Tudom, hogy a kripták a közelben vannak, nem messze északkeletre a domb mögött, de nem tudom összeszedni az akaraterőmet, hogy elhagyjam ezt a helyet. Ez nagyon furcsa. Ez valóban különös. Van valami, amit tehetek? Tudnom kell, mi lett a testvéreimmel. Nézd meg a kriptákat. Ha halottak, a maszkék a helyükön lesznek. Hozd el őket nekem. Így majd magam láthatom a bizonyítékot. Hálás lennék. Ha teljesítem ezt a feladatot, akkor beengedsz az azonit a temetőbe? Aj. Igen, nem fogok az utatba állni. Végrehajtom a feladatot. A kripták északkeletre a domb mögött vannak. Az út déli oldalán találhatod őket. Elandér fényére. Micsoda oktalanság ez? Nem csak a három testvérem halotti maszkját hoztad el nekem, hanem egy negyediket is? De ez azt jelenti, ez nem lehet. Mindenre, ami szent. Mi történt a karjaimmal? Miről beszélsz? És ez a maszk? Ez a maszk az enyém? Á, a fájdalom. Ezer évnyi emlék árasztja el az elmémet. Ez több, mint amit el tudok viselni. A kezeim, a testem, nem mások, mint csontok. Igen, bajnok, ez a szörnyű igazság. A testvéreim halottak. Magam is. Halott vagyok. Nem, élő halott. Ó, ez hogy történhetett? Egy emlék. Azok a szemek égetnek. Ez az emlék bizonyára elhalványulhatott. Szemek? Mire gondolsz? A szeme. A szeme elbájolt. Nem tudom elfordítani a tekintetemet. A sírkövek között találkoztam vele. Épp ott... Ő ráhajolt Dazielre. Szegény testvérem teste, ez... Néma sikolyban rángatózott. Ah, miként feletetném a sikolyát? Kiabáltam és felé rohantam. Mi történt? Egy halott szellem volt. Megfordult és egyszerűen rám bámult. Azt hiszem eldobtam a fejszémet. Nem tudtam félrenézni, mozdulni. Oda jött hozzám és így szólt. Megfelelő trófea vagy, Ravan bajnok. Itt fogsz állni a szabad ég alatt és őrzöd az ajtómat. Letiszó igényt tart rád jutalomként. Az északvidék bajnok egy ajtón álló lett. Miért nem futottál el egyszerűen? A szemei belém égtek és az akaratom csak úgy elpárolgott. A hangja messziről hangzott minden emlékemben, még akkor is, amikor a testvéreim holtan feküdtek a lábamnál. És gyorsan távolodott tőlem, mint egy gyorsan galoppoló ló. Miközben csak azt tudtam, hogy itt állok, és csak egy dolgot tudok mondani minden látogatónak, aki volt olyan szerencsétlen, hogy megszólítson. És mi az? Ha az utazó végtelen kincsre kíván szert tenni, a katakombák mélyére kell leereszkednie. Ott egy halálszimbólummal megjelölt ajtót fog találni, és előtte ezt a nevet kell kiejtenie. Letisó. És akkor ez a Letisó? A halott lenne maga az a szerencsétlen lélek? Miért nem tanácsoltad, hogy ezt tegyem? Nem tudom, valahogy láttalak és reményt éreztem. Olyan volt, mintha valahogy már ismertelek volna. Örülök, hogy segítettem most, hogy szabad vagy. Mit fogsz tenni? Szabad? Nem vagyok szabad. Irtózat tárgya vagyok. Egy vámpír. Csak azt kívánom, hogy végleg megszabaduljak ettől az élő halott léttől. Nem hiszem, hogy ez lehetséges lesz, míg Letisó életben van. Akkor tekintsd úgy, hogy el van pusztítva a hódolatom jeléül a nagy Ravan bajnok számára. Ha képes vagy erre, barátom, örökké hálás leszek. Nem hiszem, hogy gondot okoz számodra a megtalálása. Mondd ki a nevét, Letisó, míg az ajtaj előtti halálszimbólumon állsz, valahol a katakombák mélyén. Szerezd vissza a lélekkövem! Viszlát, Ravan bajnok, amikor legközelebb találkozunk, jó híreket hozok neked. Menj át, utazó! Én köszönöm neked. Viszlát, Ravan bajnok. Letisó? És ez egy mellékküldi. Csakram. Na, hát srácok, itt hagyjuk abba a játékot. 31 és feles szinten. Kettő cuccot is megtaláltunk a Loretál hagyatékából. Ilyen statok vannak jelenleg a karaktereimem. És... megcsináltuk az 5. fejezetet, és a 6. kezdtünk bele. Megcsináltuk Twilis törött botját, az egy sötét ómot, a viper akarmot, az egy családi erekje második részét,
és hát jó pár mellékküldetést felvettünk, valamint az első felvonásból a Feldvér kovács is meg lett csinálva. Lelenni bánata még hiányzik, illetve hiányzik még egy küldetés, aki egy segítőhöz van kötve. Úgyhogy a következő streamben is biztosan a második felvonással fogok foglalkozni. Hát lehet, hogy akkorra már a második felvonást be is fejezzük, legalábbis a fő küldetések szempontjából. Viszont a másodlagosak azok biztos, hogy nem lesznek így pikpak befejezve. Főleg, mert meg kell találnunk Kratoszt, a bölcset. Úgyhogy ez vár ránk a következő Dungeon Siege-es streamben. Hát nézzétek meg, milyen jók lettek amúgy így a textúrák. Amit, hogy nekem tetszik. Jó volt felrakni ezt a modot. Jó volt felrakni ezt a modot. Ez egy bölcs döntés volt. Sajnos a Crash-en nem tudom, mi lehetne a megoldás. Megnézem hát, ha valóban írja, hogy mi okozhatta a problémát, illetve az interneten utána nézek, hogy hogyan lehetne megoldani. Hát most az, hogy letörlöm a magyarítást, az nem opció. A DG Voodoo nélkül pedig szintén nem opció, hogy játszom ezt a játékot, de hát kísérletezek majd a legközelebbi Dungeon Siege streamig. Remélem, hogy élveztétek, srácok. Innen folytatjuk.